Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. És most végig rádiózzuk a 4-es metró vonalán. Élőben a föld alól. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, 16 perc, jó reggel. Pillanat, Fővám tér, az ajtók záról. Aha, szóval így utaztok ti. Ez érdekes egyébként. Ilyen a mi szóval életünk, Balázs. Aha, most szóval egy így picit pillantást nyerhetél az egyszerű emberek hétköznapi életében. Szóval így néz ki a metró belül. Így van. Érdekes. Ők az utasok egyébként. Ismerkedjetek meg. Na, hát drága hallgatók, egyelőre még mi is szokjuk a történetet. Itt vagyunk a föld alatt, jelen pillanatban egy sötét alagútban. Szóval tényleg sok helyen rádióztunk már. És sok helyen voltunk, sok mindent csináltunk, de metró még nem utaztunk. Hihetetlenül bizarr az egész. Hát ugye én nap mint nap utazom a metrón, de igazából nem ilyen körítéssel. Kevesebb a Glass FM-es zászló. Igen, és a Hostess Line. És azért vicces, mert tartanod kell magad beszéd közben egy ilyen kicsit oldal gyorsulásnál. Igen. De mi egyébként szerencsés helyzetben vagytok, mert hogy az asztal két oldalán ültök, ugye mondjuk a hallgatóinknak, hogy hogy néz ez ki. A vezető mögött ülünk, ugye az első két ajtót nem is nagyon lehet kinyitni. Ti oldalt a menetiránynak, vagyis hát tulajdonképpen mindent láttok. Bocsáss meg, Kálvin tér az ajtók a bal oldalon nyílódnak. Nyugtass meg, hogy ezt nem fogod ízni. Viszont a legdurvább talán nekem, mert menetiránynak háttal ülök. Viszont 10 perc van már menetiránynak szemben. Nem, te sosem fogsz szemben. Hát miért nem arra megyünk? Átmegy a sofőr bácsi? Nem, hát elindulunk visszafelé. Nem kell legyet a végén, amit tudjátok. Nem, akkor mindig átcuccol. A kocsi elejében. Igen, akkor folyamatosan átmegyünk. Na, drága hallgatóink, hát aki szeretne csatlakozni, megteheti egyébként. Jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor a Kálvin téren vagyunk, ami az egyik legszebb megálló. De már nem sokáig. Már nem sokáig, mert megyünk tovább. Bárhol a 4-es metró vonalán egészen nyugodtan fel lehet szállni, fel tudtok szállni. Vagy a kocsi elejébe, vagy a kocsi hátuljába vagyunk. Ugye függően attól, hogy mi a menetirány. Igen, hogy a keleti felé haladtok, akkor mi a kocsi elejében vagyunk, hogyha pedig Kelenföld felé, akkor a kocsi végében. Úgy keresetek minket. De vagyunk itt egyébként elegen, úgy látom. Igen. Ja, tehát már ne szálljon föl senki. Igen. Remélem, vettétek a lapot. De igazából egyébként ugye a dal szövegnek, és kérdezem a kedves utasainkat, hogy annak idén Charlie énekelte, hogy aki szép, az reggel is szép, és ugye? És ugye kitűnhetünk pillancsunk az asztal főre. Hát, és kiül szemben az utasokkal. Na, csak néhány mondat, hogy mi történik ma itt velünk, rengeteg mindent lehet nyerni. Ugye ezt már mondtuk a múlt héten, hogy készültünk egy csomó ajándékkal azoknak, akik itt vannak a helyszínen, és azoknak, akik hallgatnak bennünket, mert brutális okos telefonjaink vannak, és ezeket mi szeretnénk odaadni, hogy egy kicsit azoknak, akik velünk találkoznak, könnyebben induljon a reggel, és azoknak is, akik hallgatnak bennünket, talán jobb kedvük lesz, ha tudnak tőlünk nyerni. Úgyhogy Úristen, mennyit voltam a tinédzser koromban. A Rákóczi tér. Igen. Mennyit kerítetek a kis polszkival, hogy találtok egy normális árat. Sose tudtuk igazából, mit keresünk, mert nagyon fiatalok voltunk, de tudtuk, hogy ide kell jönni, mert itt van valami. Igen, a Rákóczi térre futottunk ebben a pillanatban. Szóval a telefonokat lehet majd nyerni. Hát akik adásban hallgatnak bennünket, talán nekik lesz egy kicsit nehezebb, mert hogy a telefonszámokat nem fogjuk végig megadni, hanem egy bizonyos részét megadjuk a számnak, aztán a többit majd ki kell találni. Ha nagyon nem szólal meg a telefon, mert hogy minden órában lehet nyerni egyet, itt van mellettünk a telefon, ha látjuk, hogy nagyon nem csörög senki, akkor egy picit segítünk. Mert elvileg ugye hát 999 variációt kellene beütni, ha az utolsó három számot nem adjuk meg. Jól matekozom? Igen, jó, menő matekozom. Vagy. És hogyha 10-ig nem szólal meg egyetlen telefonon, akkor beljebb vagyunk. Négy telefonnal. Igen, nagyon óriási szerencséd van, mert akkor van 4 telefon. És nem rossz telefonok. Nem rossz telefonok, a hétvégén utána nézegettem ezeknek a dolgunk természetesen. Rá tudtam keresni a típus számra. Ilyen, 13 megapixel. Igen, nem olyan gyengé. Mit gondolsz? Hát a csúrancseppen egy. Miért megmaradt, vagy véletlen nem szólal. A csúrancseppen is jut eszembe, hogy a Móriczán tudtok kiszállni, úgyhogy a leggyorsabban eléritek a budit. Tényleg? Aha, én hoztam kacsát, úgyhogy én megvagyok gyerekek. Itt az asztal alatt szépen bekötöttem magam, úgyhogy nem. Túrecés a csőre belülről, én azért nem szeretem a kacsákat. Jobb lett volna, hogy egy birkát hozom. Mert egyébként nincsen budi lent? Nincs. Miért lenne? Hát ha metrózol, utassanak, akkor ezt tessék otthon elintézni, vagy a föld felett, nem? De a Móriczán
Vinszon csekkoltam, jobb kéz felmész, jobb kéz fel rögtön. Igen. Nagyon kedves néni. Csak igen. Egy fél kör alatt meg tud csinálni, amíg kerül a metró? Igen, aha, igen. Jó, körülbelül jó, felénél vagyunk, mert ez jó, mert ugye a metró az nem fog várni, hogy egy pillanat csak felszabadok, szerintem kicsi lesz, de talán nagy. Na, milyen volt a hétvége? Kinek hogy telt? Jó idő volt? Isteni jó, jó volt? A jó időben, viccelsz. Jó volt? Jöttetek, mentetek? Jó volt. Milyen volt a Balaton? Ja, voltunk lent a Balatonon, természetesen leugratunk 100-szorra egy kicsit. Elég jól indultam, hogy a hétvégig egy picit visszaugorva az időben, mert a gyereknek eltört az egyik ujja kidobósozás közben. De mivel kidobósozatok? Medicilabdában? Nem, most nem volt. Igen, ez egy szegény iskola és macska kövekkel szokták dobálni egymást. Azért, meg a pontási törmeléket. Miért nem sima labdával? Hát ez egyik kis srác egy picit túlságosan bizonyítani akart, hogy mennyire rendben van, mennyire kemény, mennyire tökös. Már aztán ahogy oda csűrte a gyerekhez, hogy picit megrecsent az egyik ujja. Aztán el kellett mennünk először az STK-ba, aztán a Balsebbe. Hát most az STK nagyon érdekes volt, mert hogy a bácsi, aki ott éppen az ügyeletet vitte, viszonylag ritkán látott olyan gyereket, akinek el volt tűrve az ujja, és gyorsan megnyugtatta azzal, hogy ezt szögelni kell. Szögelni kell. Várj, ő a portás volt, vagy egy orvos? Én nem tudom, tehát hogy egy picit így... Rakta fehér köpeny? A Móni elmesélte otthon, akkor én is arra tippeltem először, hogy ő nem egy doktorbácsi volt, hanem a karbantartók egyike, és azt mondta, hogy szögelni, na hát ettől mondanom se kell, nagyon megnyugodt a gyerek, átmentek a Balsebre, és ott pedig mondták, hogy szögelni. Hát kivel találkoztak? Ha bementek egy kórházba, ne az legyen, hogy első, akinek megláttok, megmutatjátok a gyerek ujját. Tehát ott még van portás, van liftkezelő, tehát hogy várjátok meg, amíg jön valaki fehér köpenybe. Nem, fehér köpenybe volt. Stetoszkóp a nyakában, tehát hogy... Elnézést, azt hiszem, a gyereknek eltört az ujja. Nem tudok segíteni, de vannak nagyon szép magdatúzos rendszerlicseik. Van egy puncsgolyó, lehet válogatni. Ő volt a büfés. Bocsánat, gyerekek, csak itt kérdés, mi az a megálló, ahol mindenki kiszáll, mert leülesett? Ennyire gyenge a műsor, hova mentek? Tűz van? Tudtok valamit? Csak csináljuk tovább. Nem szabad bennmaradni. Aha, tehát gyerekek, a keleti... fordulónál. Én ritkán utazom a 4-es metróval, de a helyzet az, hogy a keleti pályaudvaron mindenki leszáll. De visszakapjuk őket majd később? Igen, ha ügyesek, akkor igen. Figyeljetek, ja, hogy végállomás, szép volt. Na figyeljetek, ez az a hely, ahol utas még nem járt. Ahhoz képest elég sokan vagyunk ott, a szerelvény. Viszonylag. De nem egy átlag utas ide már nem jöhet be. Hát csak mondom, hogy élő közönségnek nagyon szívesen tolom itt a dolgot, de ennek két embernek most... Ja jó, közben rájöttünk, mi történt, igen, elértünk a végállomás, egy brutális 11 perc alatt iszonyatos menetidővel lefutottuk a kört, és bemegyünk ugye hátra, majd itt szépen átállítanak bennünket egy másik vágányra, vagy a vágány átáll, és utána megyünk vissza. Szálljunk itt, és botorkáljunk a sineken, olyan, mint a Walking Dead. Tényleg. Na, mindegy. Szóval visszatérve a gyerekre, igen, a vége az lett, hogy simbe tették az ujját, úgyhogy egy igazából olyan nagyon komoly gond nem történt, csak 6 hétig nem tornáz, 6, illetve 2 hétig nem tud írni, majd rajzolni sem, ugye a jobb kezével, tehát hogy azért nem annyira kellemes a dolog, viszont öröm az ürömben, hogy 3 biztosítása is van a gyereknek, úgyhogy tudom, hogy miből veszem már meg a Black Sabbath-ra a jegyeket. Hát figyelj, nem azért fizetjük már. Na így van, hát fizetniük is kell. Hát akkor kössünk biztosítást, és törögessük az ujjainkat. Van egy alap egyébként, amit ugye minden gyerekre megkötnek. Az általános iskolában azon felül lehet egy ilyen bonuszszolgáltatást is vállalni, meg nekünk van egy harmadik is, úgyhogy persze, úgyhogy megnézem az éjjékat. Aztán, na, ehhez képest nem volt olyan nagy szám, de hogy természetesen persze az volt. Nem voltunk Szárszón is, egy kicsit ellátogatunk a kedvenc éttermünkben, megnéztük a József Attila emlékházat, meg egy kicsit hédereltünk a Balaton parton, ami csodálatos volt most is. Üres, ugye? Üres volt, igen. Elfértetek. Ezzel szemben a velencei tó gyerekek, olyan forgalom volt, hogy nem lehetett kilépni azért a Bringa útra. Nem tudom, mindenki megőrült és tókört akart menni. Gyakorlatilag így reggel 8-kor elindult a történet, el akartam menni a boltba, és így meg kellett állnom a bicikli út szélén. Igen, még végre valaki kihagyott egy sort, hogy át tudjál menni. Őrület volt, nagyon jó idő volt, és mindenki ment körbe, úgyhogy nálunk ez nem volt elmondható, hogy üres lett volna a tó, és ugyanez volt elmondható. Jó napot kérek, visszaszálltak az utat, az óriási. Visszakaptuk a hallgatóinkat, köszönjük. Ja, mert ez már másik oldal. Fia, olyan őrület volt tegnap az M1-M7-en visszafelé, hogy azt el nem tudom mondani. Én a Ligetben voltam, kivittem a nagyszülőknek a gyereket, kicsit lepasszoltuk. Hogy, de ott az egy ilyen találkozási pont, tehát hozzá
hozzájuk nem viheted el. Nem, ugye csak mindig csak a találkozunk a ligetben. Csak a liget, a titkos találkozóhely, csak a liget. Félreérted, arról van szó, hogy Balázs szülei a Lajcséktől vették a lakást, és sajnos most a ligetben kell lakniuk. Igen, veszélyben vannak szegények. De olyan őrület volt ott is, mintha én nem tudom, jövő héten már nem lenne állatkert, vagy nem lenne cirkusz, vagy nem lenne liget. Nyilván az utolsó jó idő, amit egyébként az ember három hete mondogat, hogy most az igen. Utolsó jó idő, most az utolsó jó idő, tehát mindig többször rászhattak. Figyelj, egy parkolóhelyért konkrétan folytogatták egymást az emberek. Gunyó volt, verekedés volt, össze-vissza állt meg mindenki, dudáltak. Olyan volt a liget, mint egy ilyen elszabadult tüntetés. De elnézést, én az állatkert szóvivője vagyok, hagyj parkoljak már egy a rohadt én. Ez az én helyem. Na mindegy, hát lehet, hogy az utolsó egyébként valójában aki még ma indul, az nagyon ne öltözzön fel, mert hogy nincs túlságosan hideg, szemerkél az eső itt Budapesten, le 10-12 fokot mértünk, ennél állítólag csak hidegebb lesz majd. Hidegebb lesz a héten, úgyhogy hát jön a hidegfront, hétvégére már csak 11 fokot mondanak ki szakadó esőt. Igazi októberi időjárás. Úgyhogy lehet, hogy tényleg volt annak értelme, hogy tegnap még mindenki kicsit üldözte a napfényt. Na mi történik itt a keleti pályaudvaron? Most fölvettük az utasainkat, és... És megvárjuk, amíg mindenki kényelmesen elhelyezkedik. Csak utána elidog. Viszonylag sablonos dolgok történnek. Egyébként az emberek munkába indulnak, vagy munkába érkeznek haza, busszal, metróval. Tartjuk fel a rendes forgalmat? Szerintem egyáltalán. Mi vagyunk a rendes forgalom? Mi nem vagyunk rendes forgalom. Hogy ne lennék? Hát ők az utasok, nem statiszták. Persze. Amúgy is, nekik van dolguk a városban, nem csak miattuk keltek fel. Igen, de arra gondoltál, hogy ide hívtunk mondjuk 400 statisztát, hogy telinek tűnjön a járatunk? De rendes járat vagyunk egyébként. De volt egy srác, akivel mi beszélgettünk, a Lacival, mi ideértünk reggel, aki azt mondta, hogy te vagy az, aki végig velünk akar jönni, mert ő telefonért jött, ezt mondta. Nem rendes utas. Kikérem magamnak, egy játékos utas. Ő az, aki leszáll az utolsó megállónál, megvárja, míg visszajövünk, ugye hátulról a kocsiszínből, majd visszaszáll. Na, jól van. Nem sokára akkor mondjuk, hogy már az első telefont meg lehet majd nyerni. Itt a helyszínen is, és adásban is. Ehhez adunk egy kicsi itinert, mert arra rájöttünk, hogy ha csak annyit mondanánk, hogy 0670, valószínűleg soha nem szólalna meg ez a telefon. Nem. Viszonylag sok számkombináció van. Úgyhogy mi négyet megadunk majd, és az utolsó hármat kell nektek kitalálni. Ha visszaszerzem az adásmenetemet. Az utolsó hármat kell nektek kitalálni. Jó? Azon gondolkozom, hogy hát elmutatjuk az elsőt, egyébként nyugodtan. 6609, ez az, amit biztosan tudunk. Jó? A telefon itt van mellettünk, Jani mellett. Ha megszólal, akkor az biztos, hogy már egy szerencsés nyertes. De nem ez a 4G-s, ugye? De 4G-s, hiszen nem vagyunk a fődalat. Anyámnak is nem volt. Nem, az csak nagy gombos, hogy jól lássa a mama. Csak mondom, hogy azért egy kis input nem lenne rossz rajta. Szóval, hogy ennek a telefonnak már magának a SIM-kártyának a számát kell kitalálni. 6609, ez az eleje. Jó? Aha. Értelemszerűen a hívókörzet. Utána 0670-es szám után 6609. Ha megszólal, akkor nem adunk több segítséget, mert a hallgatóknak megvolt a három szám. Ha nem, akkor lehet, hogy picit segítünk, ha nagyon nagy a csönd. Jó? Tehát ha megszólal, az a fránya csengő felvesz. az a fránya csengő, igen. Hogy álltunk játékkal a múlt héten? Jól hoztuk. 3-2-re 2-t vesztettem. Az a Jani volt. És kétszer játszottam. A 3 az mi? Nem voltam túl hatékony. Nem vagyunk vesztési irigyek, tehát ha gondolod, ezen a héten is nyugodtan veszíts 2-t, ha 3-at tudunk hozni, akkor nincs baj. Jók is vagyunk. Jó, hát most a helyszínről játszunk nyilván, tehát adjuk meg a lehetőséget azon hallgatóinak, akik itt metróznak velünk, hogy játszunk picit a helyszínen. Na, szóljatok a tűzjelző, mert akkor leszállok. Jó, mert folyamatosan csipog valami. Azt mondja, hogy az állatok világnapja volt tegnap, azért voltak sokat a ligetben. Budus vagy, hogy ezt nem tudtad. Henny, köszönöm, vagy Hajni, még ha megelőlegezed nekem, hogy nem tudtam. Tudtam, csak nem értettem, hogy annak ellenére jövő héten, vagy egy héttel ezelőtt ugyanazok az állatok vannak az állatkertben. Ugye? Tehát, hogy ez, mint az állatok világnapja, olyan kimegyek, de rákövetkező héten, hogy az előző héten, és nagyjából ugyanazok az állatok vannak az állatkertben. Olyan sok minden nem változik. Van egy-két program. Az van, hogy ez akkora nap egyébként az állatoknak az életében, és hogy azok, amik egyébként ilyenkor benn szoktak lenni, azok is előjönnek. A hangáik hozzászoktatták őket, hogy ezen a napon kapnak enni. Igen. Kirúgdossák az oroszlán. Illetve nem, hogy kint kapnak enni. Kirúgdossák az oroszlán, az ormányánál fogok kihúzni az elefánt. Gyere már ki, Lajos, basszus, egész évben bent rohadt. Igen, az állatok világnapja van, gyere már ki. Na, titeket is láttalak már élőben, jól kezdődik a hét, ezt Kornél írta nekünk, köszönjük szépen.
Aztán nekem a gyerek, nekem a biztosító 70 ezer forintot fizetett a gyerek kartörésére törésenként. Oh. Ami már ötször megtörtént 9 év alatt. Úgyhogy... Nincs lóvé, gyere kicsim. Úgyhogy ezzel bőven meg vagyunk. Fiúk, mit csináltok a metróban, kakilni kell? Hát ezt János elmondta, felmérte a terepet, meghúzzuk a véget és kiszállunk a Móriczon. Móriczon, igen, és akkor jobb kész felől találjátok az udvarias nénit. 180. 180? Annyi mostanában. Azt mondja, hogy fiúk, már nagyon várom, hogy teszteljétek az 5G-t az 5-ös metron. Várjál még egy picit arra, jó? Igen, az nem a mi életünkben fog megtörténni. Az 5G az talán igen, de az 5-ös metron az nem annyira. Nem akarom túl okoskodni, de az inkább 1000 variáció, bár tök mindegy, csak azért írtam le, hogy szép napot és jutat kívánsak mindenkinek. Hát a három számot... Igen, mert 0-0-0, ugye az is lehet a vége. Jó, ez kilőve, na most már 999. Úgy igen. Jó. Tehát a 0-0-0, az logikus, hogy az nem lehet, tehát érted. Az nem lehet egyedül. Egyezetek egy döntetlenben. Ne cívódjatok. Csak mondom. Igen, már hívtak? Csak mondom, hogy már valaki hívott, igen. Úgyhogy ha kijelezte a számát, akkor mindjárt visszahívjuk. Már valaki hívott. De már. Feleséged? Megadtad ezt a számot? Így van. Móni telefonált, nem fizettük be részleteket a biztosítónak. Mondtam, hogy ne erre a szimkártyára irányítsd át magad a rohadt életbe. Ha téged hívnak, az nem jár. Pénze. Na, jól van, elmenjünk meghallgatni a híreket. Jó, addig nyugodtan próbálkozzatok. Ha valaki szeretne bennünket megtalálni, akkor újra a Rákóczi téren vagyunk, és ez így lesz még egyébként körülbelül 43-szor, ami ugye megjárjuk ezt a kis 12 perces vonalat, jó? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, újra, hol vagyunk? De jó, szia, hát a jó öreg Kálvintér. Imáron egyébként egyszer legalább. Így van, és még lesz egy pár alkalom. Készül fel rá. Balázsnak egyébként kb. Olyan színe van, mint amikor legutoljára a Hősök tere magasságában felemelkedtünk, ugye? Egy 50 méteres magasságban egy konténer stúdióban, de hát picit nehezen viseli ezt a mozgást. Nincs ezzel baj, a metrós emlékeimből én arra emlékszem, hogy egy-két percet, hogy megyünk állomások között. De hogy itt azért ez a 300-350 méter, amit megteszünk egy-egy állomás között, egy brutális fékezéssel, majd előtte gyorsítással, ez így nekem kicsit rövid. De ezért van az egyébként, hogy annyiszor mondtam neked, hogy amikor lenn vagy a jachtodon az Adrián, akkor menjetek ki egy párszor a tengerre, ne csak ott védj a kikötőben. Értem én, hogy ez nagyon menő, de egy picit ki kéne menni, és akkor hozzászoknál így. Mindig a kikötőben van az élet, ott kell menőzni. Ha kihajózol, ott már nagyon magányos nem vagy, azt már nem látja senki. Na, drága hallgatók, itt vagyunk, és ugye, hát ez a mai egy tulajdonképpen tesztelés, teszteljük a 4G-t, hogy valóban olyan-e, amilyennek mondják. Egyelőre okunk nincs panaszra, brutálisan jól működik, látunk benneteket, hallunk benneteket, és hát látjuk, hogy folyamatosan szép magyar szokással keltegetitek egymást, ez nagyon jó. Mi azért arra gondoltunk, hogy lehet, hogy adunk majd egy kis segítséget, hogy könnyebb legyen, mégse 999 ember ébredjen úgy fel, hogy ismeretlenek keresik, úgyhogy mindjárt jön a segítség, jó? Így van. Annál is inkább, mert eddig egyetlen hívásunk érkezett, Balázs szülei telefonáltak a Ligetből, hogy vigyék már el a gyerekeket, mert most már éhesek, nyűgösek. Vigyek, mondtam a mennek, hogy hosszú lesz. Soroksár, Grassalkovics úton a Hősök terén nagy csat volt, és emiatt dugó lesz. Ácsomérnek a vasúti átjárónál egy fehér Seatból. Ezt is SMS-ben kaptuk, Tom írta nekünk Komáromból, aztán Budakeszi Telki között autóborult az erdőbe, rendőrök a helyszínen, üzente nekünk Ricsi. Nálatok mit jelent a kelenföldi kiszállás? Kérdezi egy hallgatónk. Hát mi nem szállunk ki, bent maradunk, és hátra megyünk a depóba. Hátra megyünk oda, ahol mindjárt. Egyébként földi halandó nem nagyon szokott hátra menni. Mondjuk brutálisan sok mindenről maradnak le, elképesztő az ott. Hátul az egy másik világot. Sinek, betonfalak, kábelek, semmi szín, csak a szürkeség, csodálatos. Az egy elképesztő. Mintha otthon lennék. Na. És ugye mondtuk, hogy a helyszínen is lehet telefon nyerni, mert nem csak azoknak szeretnénk kedveskedni természetesen, akik adásban hallgatnak bennünket, hanem akik velünk együtt utaznak, és hát rengetegen vannak, sőt, nagyon sokan csinálják azt, hogy leszállnak a pályaudvarnál, ugye mondjuk a keletinél, és megvárják, míg visszajövünk, és azonnal visszaszállnak, hogy ők legyenek itt az első sorban. Trükkös hallgatóik vannak egyébként, trükkös hallgatók. Tehát itt valaki kivette az első jegyet, mint bérlet, és 10 óráig innen nem nagyon mozdul el. Azt tudod, hogy ha jeggyel jöttél, akkor szorulsz a második óra végén. De jó, Feri, hogy bedobtad ezt a jegyet. Bizonyám. Hát ugye van nekünk itt egy kérdésünk, azt gondolom, hogy Balázs irányába. Mi a kérdés? Hogy van-e jegyem? Igen. Metróra csak érvényes jegyel és bérlettel lehet felszállni, tudjátok. Jogkövető állampolgár vagyok, úgyhogy megveszem majd a végén. Valaki adjon egyet. Nincsen? Van nálam. Hát tudom, hogy te mindig tömbben jársz. De nem érvényesítetted, az nem jó, hiába van nálad. Hát akkor lenni lehet. Majd felszállod.
Nem lehet? Hát nem, hát csak a bejárat. A Kallernél, ez nem vonat, nincs egy Kaller. Azok peronőrök, jó, akik kint vannak, és akik fönt vannak, azok előtt lehet. De mi nem jön egy ilyen bajuszos bácsi egy ilyen nagy táskával az oldalán, és akkor kiukasztja a jegyemet? Nem lehet, hogy adom meg, és az én időben ilyen volt. Jó, hát akkor nálad van. Tessék. De ezzel nem megy semmi rá, ezzel nem lehetsz lenni 4 órát, ez egy egyszerű vonaljegy. Hát mondom, ez egy gyűjtőjegy, úgyhogy én ezzel jó vagyok. Én ezzel jó vagyok. Megvan ő ezzel. Jó vagyok én ezzel. Na, itt vannak a játékosaink? Gondolom, hogy igen. Játszunk akkor egyet. Jó, hello csajok, jó reggel. Szia, Ildi vagyok. Hello, Ildi. Szia, mi csak utazunk. És te pedig? Enikő, sziasztok. Ildi és Enikő. Hello csajok, ki hova megy? Így kora reggel. Én majd a Calvinra, olyan 3-4-8 körül. De ott már voltunk, vagy 4-szer, nem akartál leszállni? Egyszer már leszeretnék szállni, igen. De nagyon helyes vagy. Te Szabin vagy. Igen, te én Szabin csak vagy. Miattatok Szabit vettem. Ki meg egy kicsit vagy. Majd tanulok. És akkor 10-ig teljesítek, mint a kukac a föld alatt, jössz vész velünk. Igen, aha. Egyértelmű. Ha, nagyon, nagyon lelkes vagy. Nagyon lelkes vagy. Enikő, te mit dolgozol? Én könyvvizsgáló asszisztens vagyok. Egy multinál. Ha, tehát még nem vizsgálhatsz? Nem majd. Hányra kell beérnem? Nem, még nem. 3-4-8-ra? Igen. Akkor még fél órát tudunk beszélni. Így van. Na, akkor még van. Még nem vizsgálhatsz könyveket, mert még nem bíznak benne. Nem vagy elég régóta a cég. Még csak asszisztálok. Tömegközlekedtek egyébként? Te mindig? Igen, igen. Én a Keleföldön lakom, úgyhogy... Végül is Calvin, aztán 3-as metró. Tök ideális. És a Dózsa. Hát akkor neked építették a 4-es metrót. Kis hát szinte nekem. Tehát... Kis túlzással. Igen. Na csajok, figyeljetek ide. Baromi egyszerű lesz a dolog, mert hogy tippelős játékot fogunk játszani. És a feladatotok az lesz, hogy tippeljetek. Ugye? Milyen meglepő dolgok van. Azért te figyelj, ahogy ezt oda tessék, kérlek szépen. Ámegyárját. És hihetetlen, milyen furfangos már korán reggel. Tippelnetek kell. 3 kérdés hangzik el összesen. Aki 2 pontot szerez, az értelemszerűen már megnyert a játékot, mert nem tud a másik fordítani. Figyelj, van hoppá, még ilyenet már. Én ezt komolyan mondom, tényleg. Azért nem véletlen volt több kvízműsorom is. Basszus, tényleg. Arról hát éled. Na, az első egy könnyű kérdés, jó? Nem kérdezünk először nehezet. Okostelefonért megy a harc, csak mondom, úgyhogy legyetek nagyon ügyesek. 13 megapixel, 4 igen. Igen. Mikor nyitották meg a parlamentet, szerintetek? Az a baromi nagy kupolás házott a Duna partján. Mikor nyithatták meg? Mindenkinek egy évszámot kell mondani. Laci jegyzet el, aki közelebb van, annak adjuk a pontot. Mikor nyithatták meg körülbelül? De várjál, Laci tudja a választ, mert nagyon keres a Wikipédia. Ha nem téved a Wikipédia. Na igen, hát meg kéne próbálni belőni, igen, hogy körülbelül a parlament, mikor épült, és ahhoz képest mikor adták át, a kettő egyébként hát szorosan kapcsolódik. Mikor épült, utána át is adták, ennyit segítek. Mikor lehetett teljesen ez? Tipp, tehát na. 1805. 1805. Fogalmam sincsen. 1800-as évek vége. Oké, okay. Ja, akkor az több, te, ugye? Igen. Mint 1805, aha. Mondjuk. 1895. 1895. Tehát 1805 és 1895. Jó. Az első választ jó válasz az 1904, úgyhogy Enikő messze voltál. 1904, te viszont nagyon ügyes yeah. vagy. Köszönöm. Úgyhogy megvan. A második kérdés nagyon egyszerű. Hány az cipőt hord Feri? Na! Nem ér lenézni. Nem ér lenézni. Hány az cipőt? 46. 46? 47. 46. 46? 46. Nekem 47 van ide írva. Mert valaki hülye volt. Nem, 40, gyönyörű 46-os. Valaki viszont szarul néznék ki 39-es cipővel. Nem, csak könnyen fölborulná ja. a szélem. Tehát jön egy északi szél és azonnal felborulná. Ha, csak jó. Nézzétek meg azt a két cipőt, a balos egy tehén, a jobbos még egy tehén. Így van, de felhasználtunk minden részét. Természetesen. Jó, Enikő ügyi vagy, egy-egy. Nagyon jó, 46-os. El tudtam na. érni, úgyhogy... Nagyon jó. Mondom, nekem 47 van írva, de higgyünk a gazdának. Jó, higgyünk a gazdának. Milyen magas a Mount Everest? Így szól a harmadik kérdés. A Mount Everest milyen magas? Ez már tulajdonképpen lexikális tudás is lehet. Milyen magas? Ugye hát a világ legmagasabb egycsúcsa, milyen magas most lehet? Mindig egy picit megy össze, de nyilván nem centikre vagyunk kíváncsiak. 8400 méter. 8400, Enikő? 7500. 7500 lenne a világ legmagasabb pontja. A kutya nem, 8848, ráadásul máshol azt írják, hogy 8850. Úgyhogy Enikő elvéreztél, viszont neked pedig van egy okostelefonod, és tök ügyi vagy. Tök ügyi vagy. Ráadásul adnánk neked, mit adunk? Egy feltöltőkártyát is adunk neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Hogy azért tudjál egyből beszélni vele, ha beüzemeled. Jó? Ügyi voltál nagyon. Köszönöm szépen. Annyi, hogy 11-ig nem engedünk leszállni, de
egyébként, tényleg. Tényleg. Illetve a sápot Janinak le kell adni, de nem érdekel. Nézd meg. Ez a feltöltőkártya, ez meg az okos telcs. Állatos, köszönöm szépen, nagyon örülök. Csajok, köszi nektek, puszi. Akinek le kell szállni, menjen nyugodtan. Erik, azért kapsz egy ajándékcsomagot, persze. Köszönöm. De még van fél órád, úgyhogy maradhatsz még, hogy utazhatsz velünk nyugodtan. Igen, igen, még maradok mindenképp. Hát most már elbuktad a kávinteret, úgyhogy meg is ötöle, nem? Ha jól számolom. Még van egy köröm, de maradok veletek szívesen. Azt jól hallottam, hogy angolul is azt mondja, hogy keleti pályaudvar. Keleti pályaudvar. De kicsi akcentussal. Hát én ilyet még nem emlőttem. Tehát jön az angol, és azt mondja, hogy keresi a pályaudvar. És keresi a saját nyelvén a pályaudvar, ez egy keleti pályaudvar. Aha, nagyon, valószínűleg a Magyarországon élő angolok számára, akik még akcentussal beszélik a magyar. Keleti pályaudvar következik az ajtó. Ha bal oldalon nyílnak, kérjük, hagyják el a szerelvényt. De miért nem angolul mondja be? Teljesen értetetlen. Nagyon jó. Azt hittem, hogy rosszul hallok. Keleti mondom, pályaudvar, és utána folytatja angolul, nem? Igen, vagy mondom, a leányzó lehet, hogy magyarul mondja, csak nem magyar, és akcentussal mondta fel az összes megállót magyarul. Második János, Paul Papotér. Békás Park. Szent Gellért tér. Nagyon jó. Köszönjük, hogy a békakasz szolgáltatását választotta. Amit nem tudtam megfigyelni, hogy itt is elhangzik ez a bűvös mondat, hogy figyelmeztesse utastársát a kiszállásra. Bizonyán. Igen? Itt is, hogy végállomás, kérjük, hagyják el a metró szerelvényt, és figyelmeztesse utastársait. Már gyerekkoromban sem értettem, hogy aki elalszik, vagy aki nem tudja, hogy hol van, vagy az időseket, kiket kell figyelmeztetni. Tehát nyilván tudod, hogy a végénél vagy, és leszállsz. Látod, hogy a többiek leszállt, és leszállsz. A vidékieket. Én például nem tudnám. Érted? Én nem tudnám. Valaki itt ül gumicsizmában, nem, és nincs nála tehés. Hanem aki nem szokott ezen utazni. Én például, mikor először utaztam metrón, nem tudtam, hogy vége van. Én azt hittem, hogy ott lehet maradni, és ott szóltak, hogy le kéne szállni. Fiatalember, most, hogy már három napjét van. Igen, és a szalonna is kezd fogyni. Mondjuk közben a hallgatóinknak, hogy hol vagyunk. Hát, ha valaki akar csatlakozni. Jó. A végállomáshoz futatunk, mert jelen pillanatban a kelenföldi vasút állomásnál vagyunk. Na, és akkor csak gyorsan egy segítség, hogy ne ébresszük föl több hallgatót. Ne. Jó? Ne. Hagyjátok abba a telefonálást. Így van. Hagyjátok abba a telefonálást, jön egy kis segítség. Jó? Mert elég sok dühös hallgató feküdt már vissza másik oldalára, hogy idegenek kivogatták, és nem nagyon értik, hogy miért. 0770-6609, ez a telefonszámunknak az eleje. A vége pedig a periódusos rendszerben a higany sorszáma. A higany sorszáma. Csak mondom egyébként, hogy ne engem szidjatok, ezt a Laci írta ezt a kérdést, tehát a higany sorszáma. Jó, hát független szidjátok olyanik nyugodtan, mert nincs az. Ja, persze, hát ezt tenderted. Tehát a higany sorszáma és Budapest előhívó száma. Úgy, ezt szeretem, mikor megfordulunk, és a menetirány a szemben, hogy a menetiránynak háttal lesz egy pillanaton belül. Tehát a higany sorszáma és a Budapest előhívó száma val lehet megnyerni az okos telefon. És már csörög is, megint édesanyád. Mama. Benni már sír. Gyertek a Benniért, Valaki milyen gyors volt. Na, mindjárt adásba teszünk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Gyerekek! Hello! Hello! Dübörök! Hogy hívnak? Hello! Farkas Sándor, Szegedről. Sándor, jól értettem, Sándor? Sándor, jól értettem a nevedet? Így. Nagyon jó, kihangosítom vagyunk, ahogy hallom. Mi volt a jó megfejtés? Gyorsan mondd el a telefonszámot, hogy jöttél rá, mi a vége? Egy pillanat. Hát 80 a higanynak a sorszáma, és ugye 1-es a Budapest hívószáma. Nagyon jó, így van, tehát 8-0-1 volt a vége, úgyhogy most nem kell senkit fölébreszteni legalábbis egy ideig, és adunk neked egy gyönyörű szép. Nagyon köszönöm. Okos telefon, ma mindenkit megszorunk. Aki velünk utazik, aki telefonál, ma mindenki nyer. Ez volt az első hívásod, vagy próbálkoztál már előtte is? Hát már egy emberkét fölébresztettem ma reggel. Szegény. Mit mondott? Hát visszahívott, hogy már kétszer is kerestem ezen a számon, amit akkor hívtam. És mondtam, hogy elnézést kívánok, és ráadásul Ukrajnából hívott vissza, úgyhogy... Igen, akik most 70-es előhívó vannak, és 66-09 a számuk, lehet, hogy ők egy picit. Jó. Picit most egy kicsit morcosabb a reggelük, hát tőlük elnézést kérünk, de muszáj hallgatóinak. Még egyszer lecsörög rá Ukrajnába, mert nem próbálkozom a fegyvere. Igen. Jól van, küldjük a telefon, neked ügyes vagy, jó? Gratulálunk neked még egyszer, ciao. Nagyon szépen köszönöm, további sok sikert nektek ott a 4-esben. Nagyon jó, szépen várj köszönjük. Várj egy kicsit, még itt kapok egy információt. Kell a számod, úgyhogy hívjál vissza bennünket most, jó? Jó, mert annyira gyorsan vettük föl, hogy igen, hogy
még egyszer hívjál vissza bennünket, és akkor meg lesz a számod. Valójában nem tudjuk ezt. Ezzel a számmal jó lesz? Tessék? Ezzel a számmal jó lesz? Persze, persze, abszolút. Nagyon jó. Csak nem teszünk még egyszer adásra. Csokolunk, szevasz, vigyázz magad, ciao. Hello. Hello, hello. Gyerekek! Hát, telefonálni is már így lehet a föld alatt? Hol tart? Kemény. Hol tart a technika? Komolyan mondom. Komolyan mondom. Na, azt mondja, hogy szeretnék telefon nyerni, mi a módja, hogy jelentkezzek? Soha nem nyertem még semmit. Ma se fogsz, mert elfogytak a telefonok. Természetesen. Nem. Mondunk majd még információkat a játékkal kapcsolatban, természetesen. Jó. Ha ma nem nyerek, Pesztel erre vetközöm, hanyat vágom magam, és hisztizni fogok itt az autópályán, a parkolóban üt Zoli. Zolikám. Szóljál, mert küldünk egy tévés tábot. Azt azért megnézném. Ebből fókuszanyag lesz. Igen, minden megteszünk annak érdekében, hogy ne nyerje, mert azt leforgatjuk. Feri, öltöz már fel Csubaka jelmezben, nézzük már meg. Jó. Te figyelj, ha ez a kérés, hozzá legyen. Mindenféleképpen kipróbáljuk. Na, 7:30 ez pontosan, 7 perc múlva jövünk vissza mindjárt, jó? Azt mondja, hogy a Bikás Parknál lehet most jelen pillanatban a Morning Show járatára felpattanni. Rengetegen vagyunk már, kevés szabad hely van kiadó, és újra megszólalt a tűzjelző. Ez micsoda? Minden megállal, hogy csukodnak az ajtó? Igen, ez jelzik. Ilyen is van? Aha, igen. Hát drágább szerelvény. Tudod, már... ez egyébként régen is volt, csak más volt a hangja, amikor még te metróztál. Akkor még nem ez volt. Akkor ez a tüng, igen, és mindig volt egy hang. Igen, a hármason még mindig az van. A hang az itt is megvan, és hogyha megfigyeled, ugyanaz a hang. Igen? Ő mondja, kell a csipájóról. Nem, az a kislány. Az a kislány. Fél nyolc. Lesz pontos 3 perc, jó reggelt kívánok mindenkinek. János megkínált egy okurttal, de nem akarom elfogyasztani, mert sokkal csúnyább lesz majd, amikor visszajön. Mondtam neki, hogy legyen sokkal látványosabb, ha lehet majd, amikor kidobja, de nem fogadta el a joghurtot. Igen, Balázs viszonylag nehezen bírja ezeket. Most jól vagyok. A gyorsítás, lassítás, hát ez az átmeneti állapot. Rohadj meg. Ez van mindig közvetlenül hányás előtt, tudod, picit jobb, vagy csasztában. Már megúsztad, de még nem. Mondtam neki egyébként az előbb, hogy már voltak peronőrök, akik itt áldogáltak, és feltűnően sokan voltak. Igen. És mutogattak be a kocsiba, hogy figyeljük, tudjuk, hogy nincs nálad egy. Elkapunk, ha kiszállsz. Fura volt, igen, beértük az egyik megállóba, és tényleg 3-4 peronőr itt megállt pont a mi ajtónknál, és én nagyon furán, nagyon rondán néztek. Szerintem ők nyilván headsettel hallgatnak bennünket, és tudják, hogy fiú. Biztos, nem hogy elkapunk rohadék. Ja, igen. És csak figyelj, ő rád vár. Ő, gyerek, valószínűleg a BKV, a BKK leadta a drótot, hogy lógok, és bárhol kiszállok, most bilincsben visznek majd. Csak mondom, hogy itt volt egy jegy. Az, de tehát, ez hogy az, hogy volt. Itt van, mutatom. Jegy van. Nem volna. Gyorsan mutatta azért, hogy is lekezel, ilyen van jegyem, ez vagyok, ne bántsatok. Na, azt mondja, hogy előbb keltem fel fél órával, hogy lejöhessetek veletek metrózni, mire leértem a keletire, addigra már innen elindultatok, vártam fél órát, de nem értetek vissza, most meg már nem kell dolgozni. Fél óra nem értünk vissza, az nem lehet, csak nem láttál bennünket. 14-15 perc alatt megfordulunk. Ha valaki lecöbekel egy megállóban, akkor kb. 15 perc alatt vagyunk. Az teljes biztos, 12 perc. Így van. Úgyhogy... Azt mondja, hogy jó reggel, srácok, szerintem ez a 4G-s dolog, kamu, adjatok egy telefont, kipróbálom, és akkor elhiszem. A 4G-s dolog annyira nem kamu, hogy egyrészt szólunk, csak mondom, másrészt pedig ki az? Figyeljetek, meg is mondtunk megoldást, és valaki már itt. Szóval, hogy a 4G-s dolog egyáltalán nem kamu, eddig gyakorlatilag semmiféle problémánk nem volt, hasít, mint az állat, semmiféle szakadozás nincsen az adásban, tök jó. Így van. Jövünk vissza majd a hírek után, Nóben bácsival játszunk, és arról beszélgetünk majd, hogy autóbuszon próbált felszedni egy 19 éves fiatalember egy 16 éves lányt, a kiszemelt hölgy azonban nem vette jó néven, jelezte a srácnak, hogy van barátja, aki egyébként a végállomásnál várta a lányt, amikor meglátta a fiút, akkor pedig egy kumite lett a dologból, a két srác összeverekedett. És nyilván nagyon sok hallgató utazik tömegközlekedésen, utazik BKV-n, sok hallgató. Verekszik a végállomásokon. Ha fel akar exedni a csaját, akkor verekszik a végállomáson. De nyilván sok mindenkinek megvannak a különböző ismerkedési praktikái és hisz bizonyos módszerekben, hogy hogyan kell odalépni egy lányhoz vagy egy fiúhoz. Na most azt akarod, hogy a Jani vagy én induljunk el csajozni? Nem nagyon tudtok, mert hogy tele van a járat, tehát hogy effektíve lehetetlen elindulni. De erről beszélgetünk majd, hogy egyáltalán tényleg lehet-e tömegközlekedésen csajozni, mik a jó módszerek, kinek mi vált be, úgyhogy lehet már küldeni nekünk SMS-ben. Jó, elsősorban azt gondolom, hogy pasik lépnek oda inkább csajokhoz. A csajok nem hiszem, hogy azért tömegközlekedésen oda mennének. De jelet adni kell a nőnek is, hát ha nem, azért egy ilyen bátorító odanézést, egy fél mosoly, fél puszi, vagy valami, egy kacsintás, nem kell?
te mentél annélkül is, hogy akartam volna a nő vagy sem? Hey, mindegy, hogy nő volt vagy persze. Én mentem, nem, hát nyilván ennek megvannak a módszerei. Erről körbenem meg most is egy hello, szia, joghurtot. Nincs szebb egyébként egy műanyag, hogy kiáll belőle a műanyag kanál. Az egyébként annyira szexi, az annyira erotikus, hogy... Egyébként most én szabályszegek, mert elviekben ugye a metró szerelvénye nem lehetne joghurtot fogyasztani, úgyhogy hogy mellét is teszem. De engem már így is nagyon akarnak menni az előttek. Jegyes incsen, itt is zabál, és sítre vágnám. Jelen pillanatban csak mondom azoknak, akik szeretnének a Morning Show járatára csatlakozni, hogy a gyönyörűséges Fővám téren állunk ebben a pillanatban. Hát ide már ne gyertek, mert mindjárt tovább megyünk, de a következő, na ki tudja fejből, merre megyünk most? Ugye? Megyünk már a Kelenföld irányába. Már fogalmad nincs, hogy merre vagy. Ezerszer fordultunk. Tök fura egyébként ez a mozaikos burkolat, ezt egyenként rakták fel kényszermunkások? Nem, ezt nem egyenként, nem egyenként rakják egyébként, de szép megállva ez is. Köztörvényesek. A 10-es befelé Solymártól elveszett, R32 írta nekünk, köszönjük szépen. Aztán nézzük még, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. Baleset Debrecen és Mikepécs között, nagy a torlódás, elterelik a forgalmat Hosszúpályi felé. Anna Mari üzente jó utat mindenkinek. Trafi van Gödöllőn, a Köztársaság úton a Valkó felől érkezőket mérik. Baleset a Grassalkovics úton a Hősök terénél, Pasa 38. Most láttalak titeket először élőben, Balázsnak tényleg nagy a feje. Ez Dév küldte nekünk. Hát most ez nem tudunk mit csinálni. Vannak dolgok, nem változik. Torzítanak az ablakok. Igen, nézd meg élőben, az ablak összenyom. Úgyhogy... Élőben ez még durva. Milyen jól szórakoznak az utasaink egyébként, néha így behallatszik, milyen jó. Nem, mintha élőben lennénk a mikroszkóp színpadon, nagyon szeretem őket, ülnek, kacarásznak egyébként. Na, egy érdekes témánk van, mert hogy szerintem nincs pasi és nincs nő, aki legalább egyszer ne flörtölt volna, vagy ismerkedett volna tömegközlekedésen. Ugye? Hát azért ezt lehet mondani, aki magányos, facér, na, hogy kuncok? Már megint kuncok. Megkezd a baseball sapkában. Biztos, hogy minket hallgat? Nézd már meg, hogy mi szólunk a fülében egyébként, ez egész biztos. Nagyon jó hangulat. Morning Show sapka van rajta, csak mi lehetünk. Igen. Gyere, bemegyek a tömegbe. Gyere egy picit közelebb, jó? Ferinek közvetlenül körülbelül másfél métert kell haladni ahhoz, hogy kin legyen egyébként a néző között. Igen. A legjobb kitelepülésünk ebből szóval, a szempontból hogy is. Az ismerkedés, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy aki egyedül van, akár nincs egyedül, vagy megpróbálták már felszedni tömegközlekedésen, vagy ő próbált már meg felszedni. Ugye két típus van, vagy felszed valakit, vagy próbálkozol. Igen, az a hölgy, aki mellettem áll, ő szed föl szerintem. Te vagy ezt a nevet is kicsit így rád kacag, behúzza a baseball-sot. Olyankor ne rakd oda a mikrofont, amikor röhögök, mert durva. Figyelj, a röhögésed a legjobb a ma reggelbe, komolyan mondom. Köszi, hívnak? Köszi, Moncsi. Moncsi, hello Moncsi, jó reggel. Mocsikám, te régóta velünk utazol, vagy most szálltál föl? Hát nem, hát az elsőt azért nem értem el, de utána már itt vagy régóta, ha. Na, hogy van ez egyébként? A csajok inkább tehernek élik meg, amikor a pasik megpróbálnak velük flörtölni, vagy azért az egy ilyen egotrip, hogy azért az jó, amikor látod, hogy kiszúr, oda megy, stiről, néz. Hát jó, azért válogatni kell, érted? Nem akárki. De mit mondasz neki, hogy apám ne stiröljél, ha mondjuk nem jön be? Vagy... Ezt nem értettem. Mit mondasz neki, ha például nem tetszik, vagy nem szimpatikus, és mondjuk oda jön hozzád? Vagy ó, látod... én képes vagyok hülyét csinálni belőle. Tényleg? Jó, mondjuk Moncsa, az a típus másra érzés, és aki mind a kettőtöket megrágna és kiköpne velem, meg vele meg a homlokát törölné meg. Na, játsszuk el, hogy itt ülünk egymással. Jaj, várjál, szemben megközi. Tehát te ülsz ott, én ülök itt, de drága vagy rögtön meg, és én átkacsintok, hogy hello baby. Hello. Jó. Mondom, itt vége lenne a bulinak. Az a hang, igen. Ezt kezdeni? Mármint úgy, hogy véges. De nem úgy nem lenne vége, hanem nem, dehogy is, de nem köszöntem. Moncsi, mi az, amit szorongatsz a kezedben? Ez micsoda? Nyugi golyó. Nyugi golyó? De hogy ezt tőlünk kaptad, vagy erre szükséged van, hogy egy nyugi golyó? Tőletek kaptam. Ja, mi osztogatunk nyugi labdát? Így van, ismerjük a magyar tömegközlekedést, és nyugi labdát osztogatunk az utasoknak. Az egyébként jó. Mondjuk egyébként nagyon jó ez a módszer, amit mondtad, hogy Feri átkacsint, te pedig azt mondod, hogy hello baby, de mondjuk egy tömegközlekedésen ez valószínűleg úgy menne, hogy hello baby, hagy, hello baby, hagy, hello baby, bácsi!
Tényleg így van. Hát nem. Hát te tudod. Attól függ, hogy mi utazol, nem? Mert a kombinó az például csendes. Ha valamelyik buszon vagy trollin, akkor az egy, akkor átülök mellé. Jó, írjátok meg, drága hallgatóink, hogy kinek milyen a találati aránya. Jó? Volt-e már valaki, aki tényleg valójában összetudott jönni valakivel? Volt, aki felsült, pasik, írjátok, illetve csajok. Mi a legrosszabb duma, amivel hozzátok oda léptek, és megpróbáltak ismerkedni? Mondsi, mi röhögsz? Semmi, csak itt nézem Ferét, nézd, hesztelünk egy kicsit. Milyen Feri élőben egyébként? Még jobb, mint a TV újság elején. Tessék? Már láttam. Már láttad, már sokszor találkoztam velünk. Megnézem, hogy fogyott-e. Én kicsit kezdem magam kellemetlenül érezni, mert Móni mindjárt elvisz valahova. Igen, csak mondom, hogy Mocsi megfogta Feri piros mellényét, és kicsit széthúzta, hogy megnézzem, hogy mi van a mellény alatt. Rajtam is van, érted, egy kis úszógumi rejtő. Hát hasonló, abszolút összeinek. Ebből még bármi lehet nézni. Egy van, Mocsi még berakja Ferit, ma reggel szeretem két baget közés felfoly. Azt mondtuk, hogy fel fogod falni a Ferit, lehet. Na. Ja, de, hogy... Jól van, Mocsikám, maradjál, utazál velünk, amíg szeretél, jó? Egészen 10 óráig leföl járkálunk, mint a mérgezett egér egyébként a keleti pályaudvar és Kelenföld között. Úgyhogy maradjál nyugodtan, és mondjuk mindenkinek, hogy jöjjön nyugodtan, és tesztelje a Vodafone 4G-s hálózatát, egy erőre kiválóan működik. Játsszunk, jó? Ha minden igaz, akkor itt van a játékosunk. Oven bácsival játsszunk így 8 óra előtt, néhány perccel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hello, jó reggel! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hogy hívna? Mona vagyok. Mona, Mona, mióta utazol velünk? Hát olyan fél hét. Fél hét óta, nagyon lelkes vagy akkor, nagyon lelkes vagy te is. Hányra kell beérned? 11:30-re. Hát úgy könnyű. Jó, miattunk jöttél, az ajándékok miatt, vagy csak szeretsz bennünket, és velünk szerettél volna. Magas az ajándékokat szereted. Miattatok jöttem. Miattunk, és egyébként jöttem. A Danubiuson én voltam az utolsó játékosotok. Nem mondott komolyan, Mona, tényleg? A nemekharcában. Aznap hagytuk abba, és te játszottál velünk egy utolsó nemekharcát. Igen. Ó, de jó. Hát az meg gyerekek, az 7 éve, 8 éve? Jó régen. 7 éve volt, jó régen volt. Jól van, Mona, mivel foglalkozol egyébként? Adminisztrátor vagyok egy irodában. Adminisztrátor egy irodában. Tömegközlekedsz, vagy inkább autóval jársz? Tömegközlekedés. Merre jársz tömegközlekedéssel? Igazából a metróvonalak környékén. Metró. Aha. Ez a 4-es metró nagyon élhető, nem? Igen. Ez egy jó, tiszta, szép, kulturált. Ez nagyon költöz ide. Ja, azért. Itt elloknátok, Beli itt aludna. Egyébként Noel. A következő 30 évre kimetrózom most magam ezzel a 4 óra metrózással, és behozom minden lemaradásomat. Tehát azért nem lehet szó. Nem lehet okotok panaszra. Mona, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Berunén. Rajtad van egy füles, úgyhogy hallasz bennünket. Jó, figyelj, először azt hallod. Lehet bármi. Ez most lehet bármi. Az atmoszférát kevésbé halljuk. Egy rövid részlet lesz, és egy filmzenét kell kitalálnod. Jó? Figyelj! Egy filmzene. Annyit segítek, hogy egy kicsit régebbi. Jó? Tehát nem egy mai darabról lesz szó. Na figyelj, jön a részlet. Elég. Jaj, Istenem, mekkora klasszik. Gyerekek! Kereszt, apa! Ne kapkodjunk, nem hallottuk, klasszik. Hiszen nagy a zaj itt bent. Aha, te túl nagy volt a menetzaj, arra gondolsz, így és van. ezért Mona nem hallotta. Aha, és ez akkor nem számít rá kérdezésre. Egyáltalán nem számít. Ó, de rendes vagy te. Kelenföld vasút állomás. Kérjük a külföldi utasainkat, szálljanak le, mert ez az állomás, amit köszönjük, keresnek. Köszönjük, hogy minket választottak. Ha felénk járnak megint, választanak minket újra. Gyerekek, ezt nem tudom megszokni, hogy angolul azt mondják, hogy Kelenföld vasút állomás. Mona, mutatjuk még egyszer, felejtsd el, hogy az előbb mondtál, jó? Figyelj! És nem az, amit az előbb mondtál, nem a keresztapa. Nem. Három nevű a főszereplőm. Vegyünk ki valamit az emlékcsomagból, és mutassunk egy hosszabb részletet? Mutatunk egy hosszabb részletet. Jó, figyelj, kivettük a bögrét. Hello, csajok. Hello, sziasztok. Hallottad, amit Jani mondott? Legszívesebben lassúzni. Három nevű a főszereplője. Három nevű. És nem Jean-Claude Van Damme. Mona pedig ez nagyon egyszerű. Hát ez egy annyira klasszikus nagyon zene. Nagy. Most megsúgják Monának, mi pedig nem nézünk oda, jó? A profi. Éjjjj!
ezt és tudja, hát mindenki családtag mindenkivel itt a Morning Show járaton, kérem szépen, ez a profi. Így van. Ellen Delon, zseniális volt. Jean-Marie, kedvenc. Jean-Marie, hát ő fantasztikus. Fantasztikus volt benne. Persze, a nagy klasszikus Belmondó film. Mona, nem láttad? De van egy ajándékcsomagod. Jó? Úgyhogy megadjuk. Szépen. Megadjuk neked egy kis segítséget. Köszönjük szépen. Minket hallgatsz, velünk utazol. Puszi neked. Köszönjük szépen. Ciao. Miért köszönjük? Viszontlátásra. Igen, ebben a pillanatban váltottunk, hogy azért ez milyen jó ez a sofőr nélküli járat, hogy nagyon nem kell nagy. Megvárni, míg előre baktat, elszív egy cigit. Nem, megállunk, ez, indulunk ez vissza. Ez a metró, ez nem vasút, még egyszer mondom. Igen, és elmegy a bakterházba, kúl egyet. Emlékszem, régen kopogtatták a fékeket, meg nem tudom mi volt, érted? Most már semmi nincs, egy sofőr nélkül pikpak, jövünk, megyünk, mint a mérkezeteket. Nem, ez nem vonat, ez metró. Ja jó, mert én még erre emlékeztem. Utoljára akkor hármas metróztam, amikor még így cseréltek. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Drága hallgatóink, ha szeretnétek velünk ezen a kis... csokolom. Szeretnénk. Kis metrójáraton menni, akkor gyertek, jó? A kelenföldi vasútállomáson vagyunk ebben a pillanatban, és hihetetlen izgalmas a menetirányunk a keleti pályaudvar. A keleti pályaudvar felé megyünk, úgyhogy gyertek, szálljatok föl, jó? És metrózzunk együtt, és női utasoktól, férfi utasoktól várjuk a találati arányt. Kihez, milyen dumával léptek már oda, kit hogy próbáltak meg felszedni, mit mondtok, mikor nem akartok pasizni, hogy lehet az agresszív, csúnyán, agresszíven bámuló férfi utasokat lerázni női hallgatóként. Hát ezt is meg kell tudni oldani egy nőnek, jó? Mindenképpen. És mi volt a rossz duma, amivel odalőttek? Szia! Utazol? Nem. Egyébként szerintem ez már annyira rossz, hogy működik. De szerintem már működik. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Novák Adrást hívjuk pillanatokon belül az ország egyik száguldó riporterét, aki hát már családos ember, mégis baromi veszélyes helyeken forgat állandóan. Nem alszik az a gyerek, vagy valami oka van ennek, hogy ez a bandéz nem tud a seggén ülni otthon. Igen, és ő bárhol van, mindig nagyon izgalmas riportokat készít, és jól is beszél, és jól adja át, hogy miről forgatott. És ugye most talán a legaktuálisabb dolog, nyilván ami Európát érinti, az a menekült kérdés. András pedig azt mondta, hogy oké, akkor járjunk egy kicsit utána annak, hogy működik maga az ember csempészet, hol indítják útnak ezeket a hajókat a menekültekkel, hát a hajóknak nem is lehet őket hívni, inkább csónakokat, hol indítják őknek, hol szállnak partot, kik indítják őket, hogy dolgoznak az ember csempészek. Erről ugye kevesebbet tudunk, mert hogy azt látjuk, hogy mennyien érkeznek az országhatárhoz, mennyien akarnak rajtunk keresztül tovább menni, vagy rajtunk is keresztül menni ugye Németországba, viszont az embercsempészekről kevesebbet tudunk, hogy dolgoznak, mind dolgoznak, mennyit kérnek pontosan, hány embert ültetnek be ilyen lélekvesztőbe, mit mondanak azoknak, akiket beültetnek ezekbe a kis csónakokba, és mi van akkor, ha például egészen máshol kötnek ki ezek a szerencsétlen sorsú emberek, mint amit ígérnek nekik, ugye? Mert hogy ilyet is hallasz azért, hogy itt beültetik, azt mondják, arra evezzél, ott van majd Görögország, és hát egészen máshova érkeznek. Hát igen, picit olyan a rendszer, legalábbis, hogy kívülről néz az ember, meg amit mi tudunk róla, hogy kicsit úgy működik, mint ez a drogfutárrendszer, hogy van valaki, aki kiadja a melót a futárnak, a futár vállalja a legnagyobb kockázatot, mert hogy ő az, akit elkaphatnak, ő az, akit bevarhatnak akár évekre is, de a hasznot, az igazi lovét, azt a maga a szervező fölözi le. És itt ezeknél az embercsempészeknél is így megy nagyjából. Kiadják a munkát, valamennyi pénzért, ami jó pénz nyilván, nem, de az igazi haszon az ő zsebükbe kerül, és egészen durva összeégetlen. És aki lefölözi a nagy pénzt, az sose ül a csónakban. Igen. Ugye? Tehát nyilván nem ül a csónakban, nem bírsz, nem kísérsz, nem segítesz. Na, itt van velünk Novák András, hello András, jó reggel, ciao. Sziasztok! Te már itthon? Vagy igen, mi külföldön? Igen, tegnap este hazajöttem, szóval elég volt egy hét látni a török partoknál, meg a görög partoknál, hogy hogyan zajlik ez. Egy idő után tényleg besokal az ember, amikor már ennyi menekültet, ennyi szenvedést, ennyi gyereket, csecsemőt, szóval tudjátok, ez olyan érzés, hogy nagyon jó hazajönni egy jó pár nap után. Egy hetet forgatták kint? Igen, úgy indultunk, hogy a török partok, megnézni, hogy Törökországból hogyan érkeznek a menekültek, ott hogyan kerülnek kapcsolatba az embercsempészekkel, hogyan üzletelnek velük, utána hogyan jutnak át, mi is átmentünk természetesen Görögországba. Nekem ugye sokkal könnyebb dolgom volt, mert van útlevelem, felültünk egy kompra, és 40 perc múlva már ott voltam, ezzel szemben ők meg 3-4-5 órát sodródnak éjszaka a hideg vizen, 3-4 méteres hullámok, szóval sokkal nehezebb helyzetben vannak, és
elmentünk több görög szigetre is megnézni, hogy amikor megérkeznek a menekültek, akkor mi történik velük. Tehát nem csak az embercsempészekről forgattál, hanem az útvonalat forgattad végig, hogy kerülnek át Európába, mennyi pénzt kérnek ezért, és mi történik velük utána Európában, például Görögországban. Ez rettentő érdekes. Én azt gondolom, hogy itt a kulcsa az egésznek, hogy Törökország az egy nagyon nagy gyűjtőhely lett. Ugye az összes többi ország, és Görögországtól kezdve, ugye erről beszélgettünk múltkor, hogy Görögország, Macedónia, Szerbia, Horvátország, Magyarország, Ausztria, ez mind csak egy átmenő forgalom. De igazából Törökország a kulcs, ugye az a gyűjtőhely, ahol összejön ez az ember mennyiség, hát napi 2-3-4-5 ezer emberről beszélünk, amelyik folyamatosan mozgásban van, és ugye tehát nem arról van szó, hogy egy csoportot forgat le, akármikor, akármelyik ponton belég botlasz, mindig új emberek érkeznek, mert akivel forgattál tegnap itt, az már tovább ment, már 500 kilométerrel, 100 kilométerrel, 50 kilométerrel már előrébb van az ő szemszögükből tekintve. Napi 5000 embert említettél, hogy ennyien érkeznek a török partokhoz? Igen, ugye sokan kérdezik, hogy vajon, illetve sokan arra tippelnek, akár itthon is, meg ugye az Európai Unió is arra számít, hogy majd a tél megállítja őket. Én nem gondolnám, hogy ez így lenne. Először is most még ugye nincs tél, és azt mondják nagyon sokan, és ez jelenti a török menekültáborokat, vagy jelenti az ázsiaiakat, rengeteg ázsiai érkezik. Most egyébként ez most feltűnő volt, ugye mindig a szíriaiakról beszélünk, hogy, és tényleg sok családdal találkoztam, nagyon sokan jönnek Pakisztánból, Afganisztánból, Bangladesből, hogy na akkor még tél előtt, tehát december előtt nekiállni, átmenni Európába, és akkor meg lehet úszni ezt a dolgot. Hogy néz ki maga a fuvar? Tehát áll 5000 ember a parton. Egy ilyen üzlet, az hogy köttetik meg? Ott emberek vannak, embercsempészek, akik egy táblával állnak a kezük, hogy gyertek hozzám, 30 embert elviszek, adjátok oda a pénzt, 30 emberenként beültetik őket egy ilyen lélekvesztőbe. Hogy ez 4-5 ezer ember naponta, hát ott brutális káosz lehet. Hogy kerülnek ezek az emberek hajóba? Igen. Az 5000 embert, vagy mondjuk 3000 embert, tehát ez teljesen változó. Volt olyan nap, hogy 10 ezer érkezett egy nap, de volt, hogy csak 1000-1500. Tehát ez teljesen változó. Hát ezt úgy képzeld el, hogy a Törökország nyugati partja azért az elég hosszú, tehát az több száz kilométeres, és az abban lévő kis városokba érkeznek a távolsági buszok. Ugye, akik Ázsiából jönnek, mondjuk Pakisztánból, azok átszöknek az iráni határon, felülnek egy olyan távolsági buszra, mint ami itt is van Magyarországon, hogy mondjuk Győrből elmész mondjuk Debrecenbe, és ez a távolsági busz 3 óránként megáll, leszállnak, stb. Utána tovább mennek, és eljutnak Törökország nyugati határához, és megérkeznek mondjuk Izmirbe, Botrumba, stb. És akkor ezek a csoportok, ugye ezek ilyen baráti társaságok, rokonság, stb. Családok, vagy ugyanez a helyzet a szíriai határtól. Tehát óriási határa van Törökországnak Szíriával, van egy iraki határ, és van egy iráni határ. Ez a felvevő rész. Ugye a törökök nem állítják meg ezt a bejövő ember mennyiséget, vagy azért, mert nem tudják, vagy azért, mert nem akarják, ugye sose fogják az igazságot elmondani, hogy hát gondolj bele, hogy az elmúlt fél évben 500 000 embert átengedtek csont nélkül. Mondjuk náluk van elég menekült a menekült táborokban. Le a kalappal a törökök előtt, valóban így gondolom, hogy le a kalappal előttük, hogy 1,5-2 millió menekültet ők minden nap ellátnak, pénzt adnak nekik, enni adnak nekik, a szíriai menekültek gyerekeit iskolába járatják, igaz török iskolába, de foglalkoznak velük. Tehát hihetetlen, hogy ez az egy ország, tehát Törökországról beszélünk, amelyik egy 90 milliós ország, 1,5 millió menekültet kezel, ehhez képest Európa arányaiban mondom 500 000 ember, tehát 500 millióan vagyunk Európában, és nem tudunk kezelni most 400 ezer ember. Tehát valóban, de most visszatérve a török határon, tehát átjön ennyi ember, megérkezik Nyugat-Törökországba, és mindenhol állnak a pusztályudvaron, a parkolókban, stb., és már mennek is oda hozzájuk az embercsempészek, szájról szájra terjed, hogy mikor, hol, kit kell megkeresni. Ahmed elvisz mondjuk az Izmir melletti öbölbe, este 10-kor legyetek ott, oda mennek, átadják a fejenként 1000-1500 dollárt, rosszabb esetben 1000-1500 eurót, kapnak egy gumicsónakot, nem mennek velük az embercsempészek, a gumicsónak hátuljára rászerelnek egy motort, azt mondják, van benne elég benzin, hogy eljussatok a görög partig, és sokszor láttam bizony félúton kifogy a benzin, és nekik kell az utolsó 3-4 kilométert végig evezni úgy, hogy egy mondjuk 10 személyes csónakban, 30-40-en összezsúfolva, mentőmellényben, csecsemőkkel, gyerekekkel, újszülöttek, ez a szörnyű, tehát ami a tengeren zajlik, hát nem véletlenül van az, hogy most már több mint 1500-an fulladtak meg, egy olyan 8 kilométeres úton, aminek egyébként nem szabadna megtörténni, és mind a török hatóságok, mind a görög hatóságok tulajdonképpen tétlenül nézik, a görögök annyit tehetnek, hogy az összes part
parti őrség hajóját kivezénylik, és akkor látnak egy ilyen hajót, akkor felszedik őket és behozzák őket Görögországba. Te olyat nem is láttál egyébként, hogy a hatóságok megpróbálják már a parton kiszűrni ezeket az embercsempészeket? Nincsenek is hatóságok. Tehát akkora mennyiségű ember, tehát olyan létszámról van szó, hát ez olyan volt, mint amikor voltam most a horvát-szerb határon. Tehát annyi mennyiségű emberről van szó, tehát olyan sokan vannak, hogy minden sarkon áll két rendőr, na de hát ehhez képest létszámban arányaiban sokkal többen. Igen, most ott van 20-30 ezer ember szétszórodva, közül ott van 100-200 ember a hatóságtól, hát nem tudnak mit csinálni. Nem, mindenki csak tétlenül nézi, és ugye... És ez a legnagyobb veszély a történetnek, hogy mikor lesz vége, hogyan lehet vége, hogyan lehet megállítani, mert nem tudsz valahova egy határt húzni, mert ha valahol felhúzol egy határt, egy kerítést, egy falat, stb. Ott hirtelen pár nap alatt olyan mennyiségű ember gyülemlik fel, hogy utána az már egy kezelhetetlen szituáció. Ezért csinálja minden ország azt, hogy minél gyorsabban tovább tolja, mert lásd, Magyarországon ugye megállítottuk őket egy napra, két napra, felgyűlt hirtelen 18 ezer ember. Csak jelzem, hogy Magyarországon a kerítés túloldalán 3000 rendőr meg katona állt, tehát már ők majdnem 6-7-szer többen voltak, mint a teljes kivezényelt magyar mondjuk rendőrség és fegyveres alakulat, és gyorsan találtak maguknak egy utat, illetve a szervek is segítettek valószínűleg a horvátokon keresztül, hogy el tudjanak menni. Tehát egyik országnak sem érdeke, hogy feltartóztassa őket, mert olyan mennyiségű emberről van szó. Hát igen, közben pedig már lehet olvasni, hogy a Merkel is azért szépen hátrák, és súlyos népszerűségvesztése járt neki, igen, és most már 800 ezeren vagy 1 millióan vannak bent, és hát konkrétan a szociális rendszer össze fog omlani erre. Most már rájöttek a németek is, hogy kénytelenek lesznek valamit és csinálni, mert ez a dolog ezen fenntartható így hosszú távon, hogy bárkit befogadnak. Mondjuk azt mondtad, András, hogy a szervek és a horvátok segítettek nekik, hát azért valójában őszintén ez nem segítség volt, hanem ők is meg akartak szabadulni tőlük minél előbb. Tehát, hogy ez az a segítség talán nem a legmegfelelőbb szó ebben. Igen, jó, akkor mondjuk azt, hogy irányították őket, hogy erre tessék tovább haladni, ebbe az irányba van a először erre van a magyar határ, erre pedig a horvát határ. Igen, csak nekünk kell foglalkozni. Mennyit kérnek az embercsempészek? Milyen árak vannak? Tehát egy család megérkezik a török partokhoz, Izmirbe, ugye ott át kell kelni az Égei-tengeri részén. Mit mondanak, hogy mennyi? 1000 euró? 2000 euró? Mennyit kérnek családunkért? Van minimum és maximum ára. A pekesebbek azok kifizetik cson nélkül az 1500 eurót, nem tudnak mit csinálni. Tehát menni akarnak, tudják, hogy ezen a 8 kilométeren múlik. Ha ez a 8 kilométert vagy 10 kilométert megteszik, és a görög partoknál kikötnek, és ott felmásznak a partra, akkor ők már az Európai Unióban vannak. Ez egy olyan vonzó ajánlat, hogy erre bizony kifizetik ezt a rengeteg pénzt, ugye ez olyan nagyjából 300-400 ezer forint. Aztán van olyan, hogy olyan sokan érkeznek, vagy az embercsempészeknek megesik rajtuk a szívük, vagy nem tudom, vagy újak érkeznek, hogy 3-400 euróért is elviszik őket. Ugye ez már sokkal kevesebb, ez 100-150 ezer forint, de nem elviszik őket, hanem ezért a pénzért megengedik, hogy beüljenek egy gumicsónakba, ezért a pénzért kapnak egy mentőmellényt. Na jó, de egy négytagú családnál azért ez már 5-6 ezer dollár, vagy 5-6 ezer euróról beszélünk, tehát hihetetlen nagy pénz. Tehát ez 1,5 millió forint egy 10 kilométeres útért, amit maguknak kell megtenni, tehát embercsempész nem ül a csónakba. Tehát felrakják a motort a hajóra, és azok arra vannak a fények, menjetek arra, átértek Görögországba. Ez pontosan így van, ugye 10 kilométer Bodrumból, Izmirből tökéletesen látszanak a szemben lévő Lesbos, Leros-sziget, Kosz-sziget, ott van. Nagyon egyszerű egyébként, az útvonalon ott van három hajó, amelyik éppen közlekedik, ugye a menetrend szerinti kompok, hajók, abba sába induljatok el. A partoknál nincs is nagy probléma, de amint kimennek is egy 5-6-800 méterrel beljebb, már nagyon kemény, 4-5-6 méteres hullámok vannak, ugye most már jön a hidegebb idő, a víz sem meleg, tehát 18-19 fokos, tehát nagyon, nagyon kemény helyzetben vannak, és nagyon sokszor kifogy a benzin, tehát ennyi, és evezhetnek. Olyan nincs is, hogy az embercsempészeknek mondjuk hát nyilván nincs szívük, de hogyha ott áll egy család, és azt mondják, hogy van 2000 eurónk összesen, de négyen vagyunk, akkor mit mondanak, hogy akkor te nem ülsz be a csónakba? Akkor de ott elveszik, minden pénzüket elveszik, és beengedik. De nem, igen, én is ezt a szót használtam, hogy megesik rajtuk, azt inkább elveszik tőlük. Igen, ezt nem használjuk. Tehát ez a lehúznak mindenkit, amennyire csak lehet. Rengeteg olyan ázsiaival találkoztam, egy afgán fiú volt, nagyon megesett rajta a szívem, én nagyon-nagyon sajnáltam. Ő, amikor megérkezett a török partokhoz, akkor fogyott el az összes pénze, és amikor megkérdeztem, hogy mi az ő története, mondta, hogy ő
az afgán határ, az afgán-pakisztáni határ mellől jött, és a talibánok, illetve a tálibok, bocsánat, a tálibok folyamatosan fenyegetésben tartják a falut, azt mondta, csak az ő környékükön naponta 10-20 embert ölnek meg, óriási a vérengzés, egyszerűen van egy harmadikos és egy ötödikes kislánya, őket próbálja eltartani, ezért jön Európába, de nincs pénze, egy hete itt vár Törökországban, de miután nincs pénze, őt már nem viszik el Görögországba, és fogalma sincs, hogy mi lesz vele, és amikor az interjú készült, el is sírta magát, szóval szörnyű volt látni, hogy mi történik. Most például Indiából vagy Pakisztánból miért jönnek? Azt én nem értem. Hát azért az ember a háborús övezetből menekül, mint Szíria, oké, érthető, nyilván látjuk, hogy mi történik ott jelen pillanatban. De hát Pakisztán, India, azt mondtad, hogy onnan is jönnek, hát azért az nem egyértelmű. Bangladesh, Afganisztán. Ugye Afganisztán az egy speciális kérdés, mert elméletileg béke van, ugye onnan már kivonulóban vannak a nemzetközi csapatok, az amerikaiak, ugye mi is most már kifelé jövünk Afganisztánba, tehát azt lehet mondani, hogy stabilizálódott a helyzet, de azért Afganisztánban átlagosan naponta 100 gyilkosság történik. Itt a hadurak, a helyi urak, a mostani kormány, a kettő közötti konfliktusok, és ugye ott AK-val oldják meg a nézeteltéréseket, tehát ha nem tetszik, hogy kire szavazol, akkor lelövik, tehát, és ezelől nagyon sokan menekülnek. Pakisztán, India, Banglades érthetetlen, hogy miért jönnek. Ez a szóbeszéd, ugye hallották, hogy most ő egy szegény családból származik, egyébként eddig rizs termelt, mondok egy példát, és akkor fú, figyeld, a németek befogadnak minket, ugye ők is látják a képeket, hogy hallják, hogy fú, Rajidot már befogadta a német kormány, kap havonta 600 eurót, meleg étel, szállást kapott, munkát keresnek. És akkor ő is elindul. Hát akkor ők ezek az úgynevezett gazdasági menekülők. A Rajid rokonságában vannak 72-en, majd azok közül elindulnak 7-en, az ő hetüknek meg már megint 72-en vannak a rokonságban. Atya Isten, mi lesz itt? Tehát ez ugye hatványozottan fog növekedni a számuk, és ez folyamatosan így van. Tehát én azért mondtam, hogy nem lehet látni, hogy hol a vége, és nem csökkent. Tehát azért, mert jön a tél, vagy jön a hideg, nem csökkent a számuk. Hát igen, sok helyen hallhattuk, hogy talán majd a hideg az lehet, hogy megállítja őket, vagy lesz egy kicsi szünet. De hát akkor úgy néz ki, hogy nem. Arról hallottál valamilyen információt, vagy tudtál arról forgatni, hogy a jelenlegi például orosz bombázások Szíriában azok még nagyobb tömegeket indítanak el? Mert ugye most például azt hallani, hogy az amerikaiak is sajnos civil célpontokat lőnek tudatosan, vagy nem tudatosan, sose fog kiderülni. Az oroszok is ugye most legkevésbé az iszlám államot bombázzák, és rengeteg civil hal meg, hogy emiatt még nagyobb tömeg kell útra? Hát szörnyű volt, ezt én is megkérdeztem a szíriaiaktól, és azt mondták, hogy nem segített a menekült válságban az, hogy az oroszok elkezdtek bombázni. Tehát még egy agresszor megjelenése, és most akár hívhatjuk békecsinálóknak is az oroszokat, de nem úgy sült el. Tehát az első két-három bomba találat már egyértelműen nem az ISIS-t, és nem az iszlám állam állásait lőtték. Tehát innentől kezdve, és ugye ez az információ futótűzként terjed, hogy a békés városokat, vagy mondjuk azt, hogy demokratikus ellenzéket, ugye ezt azért idézőjelben mondom, tehát mondjuk Assad ellenzékét bombázzák, és ez futótűzként terjed ez az információ, és abban a percben, ha ott mondjuk azokban a több tucat városban élt most mondjuk 1-200 ezer ember, annak csak a 10%-a dönt úgy, na akkor én csomagolok, mert lehet, hogy minket bombáznak az oroszok, az is 8-10-20 ezer ember, tehát szóval összefoglalva valóban nem segített te az ügyet az, hogy az oroszok így bombáznak, és ezeket a területeket bombázzák. Hát igen, és nincs megoldás. Tehát egyre nagyobb tömegről hall az ember, amit te is mondasz, egyre többen jönnek. Európa itt áll, még mindig ugye tulajdonképpen megoldás nélkül, tétlenül. Most már ugye a németek is azt mondják, hogy jaj, talán hiba volt ennyi embert beengedni, nem látszik az egységes megoldás. Közben pedig ez a tömeg feltartóztatatlanul áramlik Európa igen. felé. Szóval, hogy én nem is tudom, hogy mi lesz itt egy év múlva, két év múlva, öt év múlva. Hát igen, igen, tehát nem az a létszám a sok, akik most bent vannak, mert ezt el lehetne osztani akár kvóta rendszerben, akár kezelni ezt a szituációt. Ugye kanadaiak beígérték, hogy befogadnak 90 ezer szíriait, az amerikaiak felemelték a kvótát. Én ezt a kvóta rendszert se értem egyébként, tehát ide jönnek például menekültek. Azt mondják nekik, hogy mi befogadhatunk X ezret, maradj itt, hiszen ez a kvóta rendszer. Majd azt mondja, hogy nem maradok itt, én el akarok menni Németországba. Hogy tartod itt a kvóta rendszer alapján? Tehát be kell fogadni X mennyiségre, de nem akar itt maradni, mert például Németországba akar elmenni. Nem tud itt tartani, nem? Tehát nem reális. Ráadásul a kvóta rendszer alapján, mint 100-150 ezerről beszélünk, itt pedig már 500 ezeres, 1 milliós tömeget kell valahogy elosztani. Tehát, hogy igen, egyetértek. Valószínűleg ez a fajta egységes Európai Uniós határozottság, illetve zsarolási módszer, ha
tetszik, hogy itt maradsz az Európai Unióban, akkor elfogadod a lengyel, a szlovák, a cseh, a magyar befogadási rendszert, és ott maradsz, ha nem, akkor repülőre teszünk, és vagy vonatra teszünk, és irány vissza az az ország, ahonnan jöttél. Tehát ez egy módszer lehet, de ez most már az itt lévőkkel, az itt lévőknek a kezelése, de szerintem még mindig sokkal nagyobb probléma, amit most már ugye, ahogy ti is mondjátok, a németek elkezdték pedzegetni, és nem is az a probléma, hogy akik most itt vannak, már nem tudják befogadni a németeket, hanem az a nagyon pozitív üzenet, az a fajta kommunikálás a németek részéről, ami 2-3 hónappal emlékeztek rá, hogy Merkel, mint egy jótevő mutatkozott meg a televízióban, az olyan tömegeket mozdított meg a Közel-Keleten és Ázsiában, hogy annak látjuk most a idézőjelben negatív hatását, hogy ekkora hatalmas mennyiségű tömeg indult el, mert ugye azt látták, hogy Európa befogadja őket, és ugye most itt állunk az előtt, hogy nem is tudunk falat húzni, nem is tudunk kerítést építeni, mert nem tudsz hova, hiszen azonnal elgyűlenik hatalmas mennyiségű ember. Tehát én sem látom a megoldást. Ugye nagyon sokat beszélget és mindenki megkérdezi, mi van a gazdag arab országokkal, és ez mindig nagy kérdés, hogy Bahrein, Katar, Omán, Szaúd-Arábia miért nem fogadja be ezeket az embereket. Ez mindig is érdekelt, és ahogy kérdezgettem a szíriaiakat és azokat az arabokat, akik jöttek, egyszerűen meg vannak fenyegetve. Tehát megmondták ezek az országok, hogy ott olyan határőrizeti rendszer van, hogy beléjük lőnek. Tehát ott nincs mese. Tehát lelőik a sivatagba úgy, ahogy van, ha valaki megpróbál ezekbe az országokba bemenni, akkor ott azonnali tűzparancs van, nem kérdés, oda nem mehetnek. Na jó, igen, de persze csak ez nem válasz arra, hogy ők miért nem fogadják be, hát ez az ő reakciójuk arra, hogy oda mennének az emberek. És mondjuk Bahrein vagy Katar esetében, mert úgy viszonylag kis lélekszámú, kis, még területileg is kis országokról van szó, ott még talán valamennyire értető, de Szaúd-Arábia. Hát, ott azért férnének annyian, mint a törököknél. Igen, az szaudiak nem írták alá a menekültekről szóló ENSZ alapokmányt, tehát ők ezzel nem is foglalkoznak, ők nem is, az egész jogi rendszerükben nem is létezik az, hogy menekült. Őnáluk ugye vendégmunkások vannak, rengeteg srilankai, bangladesi, pakisztáni, indiai vendégmunkás van, akik idézőjelben ébérért a napi 24 órából 12 órát dolgozva, a havi 30 napot, kapnak érte 6-700 dollárt havonta, abból a nagy részét hazaküldik, eltartanak egy 10-20 fős családot, és erre azt mondja Szaúd-Arábia, hogy akkor én nézzétek meg, itt dolgozik nálam 800 000, másfél millió vendégmunkás, idézőjelben menekült, akiket én a harmadik világbeli országból befogadtam, mi már megtettük a kötelességünket. Talán ezzel a legjobb, ezzel a mondattal szerelik le a nyugati kritikákat. Meg azzal, hogy pénzzel támogatják mondjuk a törökországi menekültáboroknak a fenntartását. Ez viszont így van, valóban sok pénzt küldenek a törököknek, és hát azért van itt egy pár ország, akit meg kell említeni, hogy rettentő sokat tesznek. Ez pedig Libanon, Jordánia és Törökország. Tényleg ebben a három országban összesen 3,5-4 millió menekült lakik menekültáborokban. Nem azt mondom, hogy jó körülmények között, de élhető körülmények között. András, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Megnézzük majd, hogy mit forgattál. Köszönöm szépen, csütörtök este ATV világkiradó. Jó, ha tudjátok, akkor nézzétek meg. Köszi, ciao, köszönjük szépen. Novák Andrással beszélgettünk. Köszönjük szépen, ciao, hello. Hát ez kemény. Kemény. Hát nálunk okosabb emberek sem tudják a megoldást erre a problémára. Nem. Közben ugye hallott, hogy az amerikaiak kórházakat bombáznak. Tehát tényleg nem érti az ember, hogy mi történik itt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, hát fontos nap a holnapi. Bezhanyám. Csütörtök van, és... Megint nem tudok parkolni a rádió előtt. Megint nem tudsz parkolni a rádió előtt. Itt lesz? Itt. Mert hogy ugye fontos meccset játszik a magyar válogatott. Így van. És hát érdemes erről kicsit beszélni, mert a hihetetlenül népszerű, nagyon veszélyes Feröer-szigeteket. Ne mondj ki! Miért kell? Nem tudjuk őket elkerülni. Ha nem tudjuk őket elkerülni, a Feröer-szigetek ellen játszunk, és hát egyszerűen nem tudok más mondani, csak hogy kötelező a győzelem. Mm-hmm. És hihetetlenül erős ám ez a csapat. Hihetetlenül erős, elszánt és brutális játékosokkal van tele, úgyhogy holnap fel kell kötni az egész országnak a felkötnivalót, mert le kell győznünk a nagyon félelmetes Feröer-szigeteket. Megint kimondtad! Eltiltás alatt voltak a magyar szurkolók egyébként, ez csak egy ilyen kicsit fél mondat, vagy fél gondolat, azért nem tudunk majd parkolni, mert ugye visszaadták a lehetőséget. És aki annak idején megvette a jegyet, és bejelentették, hogy ez zárt kapus lett. És eltépte, az most mi az Istennel megy be? Mondját. Most mégiscsak nyitott? Nyitott, igen, csak lehet jönni. Nyitott, a feröeri hősöket, a legendákat most holnap meg lehet majd nézni. A híres feröeri labdarúgókat. És hát nyilván jönnek majd velük a saját szurkolóik.
A félelmetes viking ivadék. A felőri kemény mag. A félelmetes. Akkor nem sokan maradnak otthon egyébként. Hát nem, nem egy nagy hely. Hát nem, egy ilyen dunaújvárosi mennyiségű ember él. A fővárosban lakik, én megnéztem, gyerekek, 192 ezer ember, úgyhogy ez már a környék is bele van számolva, ami gyakorlatilag a teljes Feröer szigetek. Maga a főváros az 15 ezer lakos, azt hiszem valami ilyesmi. Igen, az egész országban élnek, hogy 48 ezer, még 50 ezer sem. Hát az egész ország eljön drukkolni, akkor is beférnek szinte, kis túlzással. Igen. Tehát, hogy bárki eljöhet, és kis túlzással igen. beférnek. A magyar szurkolókat nem érdekelte, de a feröeri drukkerek kártházat csinálják. Kiürült a Feröer szigetek, mindenki megérkezett. Na, és hát vannak játékosok, akikről azért érdemes beszélni, hogy ki ellen áll ki a magyar válogatott, mert talán sokan nem tudják, hogy micsoda nagy nevek vannak itt, micsoda nagy nevek jönnek, és ezek a nagy nevek egyébként mit csinálnak? Hát összeszedegettünk pár nevet, és nem hiszitek el egyébként, hogy mennyire veszélyes ez a Feröer szigetek. Tudni kell róluk. Elhisszük, hiszen például a görögöket legyalulták, kár csak mondom. Egyébként igen. Na, ha már a görögöket említed, akkor volt egy játékos, Fródi Benjaminzem. A kis Fródi Benjaminzem, ő is Feröer szigeteki játékos, azért hagyta ki a románok elleni meccset, amit egyébként nagyon megérzett a Feröer szigeteki válogatott, mert börtönőrnek tanul. És gyakorlaton volt. Börtönőrnek tanul, és onnan nem hiányozhat. Úgyhogy emiatt ő nem tudott kiállni egyébként a románok elleni meccsre. A kis Fródi Benjaminzen börtönőrnek tanul. Nem focista? Tehát nem, azt mondtad, hogy foci csapat. Képzeld el, hogy a Feröer szigeteken senki nem főállású focista. Mindenkinek van másodállása, illetve pontosabban mindenkinek van egy állása, és hobbi szinten közben foci futballoznak. Igen. A söpröget egy iskolában is takarít. Tehát a kis Fródi Benjaminzen, ő nagyon helyes, mert ő, hát ő börtönőrnek. Zárófizsga tanul. Volt pont a románok ellen, és akkor inkább oda ment. És nagyon ő azt mondta, hogy, azt mondta, hogy inkább tanul. Mondjuk a izi diplomádat, te se cseszed el így egy foci meccs miatt. Románokkal csak egy-egy meccs erejéig van gond egyébként. De a börtönőkben. De hát érted, csak mondom a neveket. Mondom a neveket, hogy kik jönnek, figyeljetek. Mert hogy valóban húzó nevek. A kapusokkal itt lesz majd Tordur Tomzen. Tejtur Gettedzon, Gunnar Nielsen. Ők a kapusok. Egyelőre nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ki védi majd ki a magyar csatárok szemét, de itt lesznek a kapusok. Tejtur mivel foglalkozik? A védők között ott lesz Atli Greggerzen, Sonny Nagdar Nattenzad, Rovi Baddelvilzon, Odmar Feröem, William Úr Davidzen és Gilli Rorrácon Szöredzen. Ki fogja közvetíteni ezt a meccset a tévében? Nem lesz egyszerű. A középpályások között is vannak húzó nevek, mert Fródi Benjaminzen, itt van a kis Fródi. Fródi, igen. Ő a kis Fródi, aki egyébként börtönőrnek tanul. Sölvi Battenhammer, Hallur Hansson, Bandur Hendrickson Olsen és Christian Lamugge Holst is majd rúgja a bört. És... megnéztünk egy-két játékos, hogy ki mit csinál. És itt nem akarjuk megijeszteni a magyar futballistákat. De nagyon-nagyon nagy dolgok következnek. Hogy ki mit csinál főállásban. Mert hogy mindegyik másodállásban csak focizik csak. Atli Greggerzen. Ma híres. És korábban híres és nyíltan népszerű. Atli Greggerzen korábban újságíróként tevékenykedett. Most munkát keres. És közben egyébként rúgja a bőrt. Hallur Hansson. Hallur Hansson, megtalálod a játékosok között, hogy ő mit csinál pontosan? Csatár, középpályás, most így ebben a formában. Hallur Hansson, középpályás. Uh-huh. Hallur Hansson, középpályás. Ő főállásban útépítő. Nagyon. Na, ez a középpályához egyébként megy is. Passzol. Ugye? Ő abszolút passzol. De, ott építkezik. Nézd, előre csinálod az alapokat, viszed előre a cuccot, és utána jön a csatár, aki előre megy a hátán a csapatot. Jó. Ő útépítőként dolgozik. Ott van a kis Kai Bartoszlu. Keressétek meg, hogy kapus, védő, középpályás vagy csatár. Hol látjátok? Kár Bartoszlu. Hát ott valahol? Várjál. Őt nem írták föl. Uh-huh. Lehet, hogy ő se tud jönni, mert lehet, hogy ő is vigyázik. Őt nem látom sehol. Középpálya, nem. Lehet, hogy akkor úgy új bálő. Csak mondom, Kai Bartoszlu. Középpályás. Megvan, ő középpályás.
Igen, itt van. Tényleg ott van. Bártál Stovú, bocsánat, csak az édesanyja miatt Kai mondom, hogy megbánt. Így van, Kai Bártál Stovú. Nagyon veszélyes lesz. Nagyon kell majd figyelni. Ő mit csinál civilben? A középpályának és a védelemnek. Mert ő óvodában dolgozik főállásban. Óvó bácsi. Hát. Tényleg egy óvó bácsi. Komolyan mondom. Nagyon veszélyesnek tűnik ez a Feröer. Hát, nagyon veszélyesnek tűnik. Ő óvodában dolgozik, bizony, főállásban. És közben, amikor van ideje, elmegy egy kicsit rúgni a bőrt, de ő nem főállású futballista, uh-huh, ahogy a többiek sem. Óvodában dolgozik, és a kis Feröer szigeteki gyerekeket felkészíti az iskolára. Nem, nagyon az fontos hivatás. Az nem. Ez nem egyszerűen óvoda, az már az utánpótlás fejlesztés. Fejleszti az utánpótlást. Ott van Paul Johannes Justinsen. Aha, az igazságos. Justinsen, a nagyon igazságos. Ő mit csinál? Látjátok valahol? Paul Johannes Justinsen. Látjátok ő valahol? Ő is középpályások sorában. Nagyon-nagyon fontos lesz őt fogni. Elég hosszú a kispad egyébként. Veszélyesnek tűnik egyébként, mert ő szintén nem főállásban rúgja a bőrt. Ő főállásban villanyszerelő. Tessék! Főállású villanyszerelő is érkezik hozzánk holnap. Nincs. Erre a nagyon fontos meccs. Hát nincs is egyetlen kiégett izzó sem a Feröer stadionokban. Úgy, hogy egyébként tényleg lealázták Görögországot. Így van. Tehát ezek a jogi egyetemen tevékenykedő, korábban újságíróként dolgozók, útépítők, óvodában dolgozók, villanyszerelők, ők megverték Görögországot. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Képzeld, mi lenne, ha főállásban fociznának. Mert ők ledolgoznak 8 órát, és utána, de elmennek edzeni. Most segítsetek, én nem vagyok a fociban sem otthon, de egy átlagos, mondjuk nem magyar focista, hanem egy a világban tevékenykedő focistának minden nap van edzése. Így van. Ugye? Hát többször is edzőtáboroznak, stb. Na, igen. Most akkor ők elmennek villanyszerelni. Bemegy, nem tudom, hogy hívek az embert, a kis dedekhez az óvodába, elénekli neki a kedvenc dalukat. És utána elmegy délután edzeni. És minden nap még mennek el edzeni, és vállalják a nemzetközi mérkőzéseket. Igen. Hát figyelj, pont ezért kell tőlük félni. Nem? Mert hát mennyi energiájuk van? Ugye? Brutális energiájuk van, igen. A kis Frodi Benjaminsen egyébként, ő ugye börtönőrnek tanul, ezért hagyta ki a románok elleni meccset. Egyébként ő emellett még építkezési vállalkozó, és asztalos is. Basszus, én imádom érted őket. És még nagyon jó. Én imádom őket, és az de Isten, az Isten mentse minket attól, hogy ő mondjuk a legutóbbi börtönös vizsgán elhasalt. És úgy jön ide játszani. És úgy jön ide. Ugye, ez szenzációs, de hogy közben ők akkor tényleg hogy verik meg a görögöket? A görögök nem rosszak. Tehát a görögök azért nem rossz futballisták. Főállásban fociznak, és hát profi módon űzik a focba. Hogy tudja egy börtönőr, egy újságíró, egy építkezési vállalkozó, asztalos, óvodában dolgozó és egy villanyszerelő egyébként megverni a görög válogatottat? Pont hogy ezért, csinálják ezt? Mert szerintem, amikor ők kifutnak a gyebre, akkor kb. Ez lehet a hozzáállás az ellenfélnek a játékosai részéről is, mint amilyen a mi hozzáállásunk. Most észlenék, hogy igen, aki jön a börtönőr, a villanyszerelő, meg az óvó bácsi, hagyjál már! Aztán már kapnak kettőt az első 10 percben, akkor meg csodálkoznak és érkeznek futni az eredmény után. Szóval szerintem lebecsülik őket. Holnap este le kell jegyzetelni a gólokat, ha lesz, hogy kilőtte a börtönőr, az építkezési vállalkozó, a villanyszerelő. Tehát ki lőtt gólt a magyar válogatottnak? Mert azért ez önmagában valóban most már azért ritkaság számba megy, hogy nem profi futballisták szaladnak ki a gyepre és játszanak egy selejtezőt, hanem másodállású futballisták, akik egyébként közben, hát nem is tudom, főállásban tevékenykednek. Dolgoznak és bejárnak a munkájukra. Azért ez egyre ritkább szerintem, a profi sportban. Szerintem akárhonnan jönnek és akkorról a vikingek ivadékait nem szabad lebecsülni. Tehát, hogy azért... Minden nagyobb település rendelkezik odakint futballpályával, itt most olvasom, és ott az van, hogy ez hogy a minden Feröer... futballpályának neveznek. Egyrészt várjál, hogy ez a Feröer nem egy sík terület. Nem. Tehát, hogy milyen állóképesség van a 45 fokban megdöntött focipályán való edzésed. Egy pályaválasztást, tudod. De most az a helyzet, hogy én megnéztem őket képek alapján, foglalkozások alapján, tehát hosszasan vizsgáltam a Feröer szigeteki csapatot, ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor komolyan mondom, gyerekek, egy nagyobb készpénz összeget feltennék a Feröer szigetekre, mert hogy egyszerűen szimpatikusak. Tehát az a fajta elszántság, hogy te börtönőr vagy építési vállalkozó, asztalos, de közben rohansz, és egyébként selejtezőt játszol, zseniális, és pontokat hozol, ez egész egyszerűen elképesztő. Tehát ez nagyon szeretnivalóak, csak ugye hát a magyarok ellen nem lehet nem a magyaroknak drukkolni. De ha holnap bebőröznek bennünket, és egy félprofi csapat leveri ezt a magyar válogatottat, mit tudom, egy 2-1-re,
szeretni fogom kicsit az eredményt, mert közben maga a csapat baromi szimpatikus, hogy ők ezt így tolják, nem? Hogy 8-10 órában dolgoznak, mert majd utána elmennek még egy kicsit hobbi futballistát. Egyszerre játszani. Két vasat is tartanak a tűzben. Hogy micsoda lélek, micsoda szív, micsoda energia. Kapnak lóvét érte? Szerintem biztos. Persze. Hát azért egy ilyen másodállású foci csapatban nyilván nem az dominál, hogy te mennyi lóvét keresel, nem? Hanem maga a sport. Szerintem nem, lehet, hogy nem is kapnak érte pénzt. Mindenki megkeresi a pénzét a melójával, tehát azzal, hogy azt miért kapnak olyan barna sör vouchereket? igen. De nem drukkolnál nekik? De nem. Nagyon jó fejlő. Ugye, hogy tök cukik. Tehát, gyerekek, Kárbátov szlút holnap figyelem. Óvodában dolgozz. Tehát úgy nézed majd a foltit, hogy látod, Istenem, hogy Benének mondhatna mesét. Hogy nézd a 10-essel, 8-essel, ott fut egy óvó bácsi. Nézd, hogy kapura tör. Tehát egész egyszerűen egyébként helyesek. Helyesek és szimpatikusak. Én személyesen Justin Uzzerre fogok odafigyelni. Ő mit csinál? Ő a villanyszerelő. Nekem ő nagyon szimpatikus. Elképzelem, hogy egy meccs, ott megcsörön a mobil, és egy pillanatban este... Most miért nem tetszett? Most igen? Nem. 16 amperesre cseréltek. Igen, jó, köszönöm, bocsánat. Elnézést, mester, folytasson. Az a durva, hogyha kijutnak az EB-re, akkor durvább, mintha mi jutunk ki, nem? Ha nem jutnak ki, és mi se jutunk ki, az megint nekünk durva, hogy nem jutottunk ki, de ők se jutottak ki. Tehát, hogy nem tudunk ebből igazán jól kijönni, csak úgy, hogy tényleg holnap megverjük őket. Tehát egy ilyen csapattal, akik szívvel lélekkel játszanak, de hát azért másodállásban fociznak, ne adj Isten kikapni, az... Én nem tudom, hogyan van-e lejjebb. Közben úgy, hogy ez egy erős csapat, tehát nem szabad őket lebecsülni, szívvel lélekkel tolják, és agyonütötték a görögöket. Azért ez egy fontos információ, nem? Pont ezért imádnivaló a csapat, mert hogy a munkaidődön kívül még ezt bevállalod, hogy minden nap edzés, vagy csak heti 3 is, az biztos, hogy akar nyerni, biztos, hogy szereti a foci. Persze, hát igazi fanatikusok, de egyébként a Ferőről alapvetően azt is kell tudni, hogy itt minden harmadik ember sportol valamit. Tehát, igen. Hogy az arányait nézzük, akkor egyszerűen ez zseniális. Csak mondom nektek. Mert mindenki benne van, ugye gyerekek. Igen, 45 ezeren vannak, nem tudom, és 16-20 ezeren sportolnak. Tehát brutális számaik vannak egyébként. Rettenetesen lelkesek, igen. Az ilyen számaink lennének, hogy 10 millió emberből 5 millió sportol. Hát ez kemény. Csak mondom nektek, hogy a Ferencvárosi Tornaklub 1899-es alapítású, a helyi a Szigetek első labdarúgó csapata 1892. Igen. Hamarabb voltak, mint a Fradi. Bizony. Csak megmutatom, hogy szól a himnuszuk. Figyelj. Egyél te is halad. Figyelj. Megoldom zsülköz. Figyelj, ha hallunk valamit. Ja, hát ezt le kell játszak volna. Mondjam a szöveget? Igen. Avetriso, randevin, asum, vidilog. Magyar. ez a Feröer szigetek ilyen hoz. Én kedvelem őket, komolyan mondom. Tutekur meg, áte szorteten, szifa vavi. Így van. Ez szabad fordításban annyit jelent, hogy a kolostoraitokat felégetjük, a nőkét elraboljuk, a férfiakat pedig leüljük. Tit ogyár szemetár, gucigün tadnavin. És kicsit aztán, nem olyan, mint a tünde nyelven beszélnék. És aztán jövőre is visszajövünk, és megint megcsináljuk ugyanezt. Elkap téged a jogi egyetemet, végzett az útépítő, az óvodában dolgozó és a villanyszerelő. Summen ticum govum, teter ticum soul. Aha! A felcsorolás. Na, hát nem egy túl szép himnusz egyébként. Ennél a magyar himnusz. Nekik a legszebb. Hát nyilván nekik a legszebb, persze. Hát, Jegedin signi foráj, mitland. Na miénk se ilyen bátorítóbb azért. Tempóra, nem? Azért körülbelül ugyanott vagyunk, mi is a magyar himnusszal. Hát igen, de nekünk meg az a legszebb. Nyilvánvaló. Mi van, ha kikapunk? Nem már, mi ne, van, ha ne kikapunk, kérlek. És azt mondja majd a szövetségi kapitányunk, hogy nincs rosszabb érzés, mint amikor egy villanyszerelő nekünk volt. És egy óvóbácsi. Meg kell dicsérnünk az óvóbácsit, a villanyszerelőt és a börtönőrt. Ma kiváló játszom. Nem találtuk. Nem várt összefogás volt a középpályán a Ferőer részéről. Igen. Hihetetlenül összedolgozott az asztalos, a börtönőr, az útépítő és az egykori újságíró. Nem tudtunk rájuk készülni, mert egyetlen sport almar, ha most nem találtuk meg a neveiket. Na, van egy hallgatónk, aki itt van most Magyarországon, és állítólagosan elkísérte az U21-es Ferőer szigeteki válogatottat. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! András, hello, ciao! Sziasztok! Te az U21-es labdarúgó válogatott kapus edzője vagy valójában, tényleg? Így van, ez pontosan így van. Ferőeren élek most már 9 éve, és többek között az U21-es csapatnál is dolgozom. Hát nincs ember, aki most többet tudna akkor a Ferőer szigetekről. Milyen idő van nálatok? Milyen körülmények között játszanak ott a futballisták?
Az időjárás Ferőren az igazából botrányos. Mit keresem? Ha valami rosszat lehet mondani Ferőre szigetekről, akkor az az időjárás, ugyanis egész évben körülbelül egyforma az időjárás, egy éjszak van, és azt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 5-10 fok és borult esős idő van. 300 napot esik az eső átlagosan. És akkor hol edzenek a játékosok? Hogy hol játszotok? Csak tornateremben vagy fedett helyen? Nem, igazából fedett focipálya nincsen, de az összes focipálya az műfüves, úgyhogy egy kis eső az nem árt senkinek, nem vagyunk cukorba, úgyhogy ki a pályára. De azt olvastam, hogy ha szél van, akkor baromi nagy szél van nálatok. Tehát nem ez az 40-50 km per órácska, hanem akkor kaptuk egy ilyen 120-120 km-es szelet. És időnként átlövítek a labdát Izlandra. Ez igaz, hogy ekkora szél van nálatok? Kilométerre nem tudom átfordítani, de 40 méter per szekund másodperces szél az szokott már nagyon sokszor lenni. Hát volt már egy reggel, amikor felkeltem, kinéztem az ablakon, akkor a busz megálló az öbölbe a vízbe landolt. Na, ugye mi végigvettük a játékosokat, hát nem tudom, hogy te ismered őket, mert ugye te az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője vagy, de imádnivalóak. Tehát komolyan mondom, az, hogy valaki nemrég fejezi be a jogi egyetemet, hogy valaki kihagyja a románok elleni meccset, mert hogy börtönőrnek tanul. Hogy van építési vállalkozó, van óvodában dolgozó, a Kár Bartoszlófú, ő óvodában dolgozik, a Paul Johansen, Justinsen, ő villanyszerelő. Tehát ez hogy kell elképzelni, hogy ők 8 órát ledolgoznak, majd elmennek délután, ha marad idejük egy kicsit futballozni? Figyelj, egy kicsit még rájavítok, mert azt akkor biztos nem hallottátok, hogy jó magam is igazából itt a felőri első osztályban játszok, és ebben a válogatottból hárman vannak, akik az én csapattársaim. Úgyhogy igazából első kézből ismerem a fiúkat. Többek között, akik megnevezti azok közül, a Paul Johannes Justinussen, az az én csapatomban játszik. Ő a villanyszerelő. De ez hogy van, 8-tól 4-ig villanyszerel, és fél 5-től már veled edz? Hát 8-tól 5-ig inkább, és 6 órakor vannak az edzések, heti 4-szer, vagy 5-ször. Annyira jó. Igen. Ő zseniális. Mesélj nekünk egy kicsit az óvó bácsiról, Kai Bartoszlófúról, őt is ismered? Ő is ismerős? Igen, ismerős, ugye ő óvó bácsi, de igazából óvó bácsi külföldön, ugyanis ő légiósnak állt, Norvégiában játszik egy harmadosztályú csapatban, csapatban, és Norvégiában óvó bácsi, nem Ferőre-szigeteken, úgyhogy ja. Ő benne annyira volt alázat, hogy még azt is bevallott, hogy külföldön lesz óvó bácsi, csak azért, hogy egy valamivel profi csapatba készülhessen. Mi van a börtönőrünkkel? Frodi Benjaminsennel. Ő ugye kihagyta a románok elleni meccset, mert hogy hát ő börtönőrnek tanul, és bizony ott van, nem hiányozza. Sikerült a vizsga? Vizsga sikerült, tovább folytatta a tanulmányait, csak igazából az a baj, hogy a Freud meg eltiltás alatt van, és ő nem is jött el Budapestre. De miért? Mit csinált? De elkésett egy edzésről. De hogy miről tiltották el, ha nem volt itt a románok elleni mérkőzésen? Hát a harmadik sárgalapot megszerezte a finnek ellen, és igazából egy ilyen focis eltiltása van neki. Aha, annyira durván játszik, hogy nem is kellett a meccsen részt venni, és már eltiltották. Van a Hallur Hansson, ő az útépítőnk, szimpatikus, szeretjük? Igen, őt is szeretjük, de sajnos ő se játszik holnap, ugyanis ő is ugyanaz a... Mi van? Mert egy bekötőtet oszmaltunk a Viking V. Igen, át kell adni egy új, megépített gyorsforgalmit. Ez nagyon jó. Milyen foglalkozások vannak még, akiket nem említettünk? Tudsz még mondani fejből egy-kettőt, hogy kiket hagytunk ki esetleg? Ha az én csapattársaimat megemlítem, akkor a Clement Andrásson Olsen, ő asztalos. Andrásson, aha. És ő házakat épít minden nap, abból él igazából, és a harmadik pedig Otni Fredriksberg, ő pedig egy bankgyakornok, bankárnak tanul. Imádom. Figyelj, és ugyanakkor ők kapnak fizetést a Feröer-szigetektől? Tehát ők hivatalosan ugye a válogatott tagjai, tehát az, hogy ők ezt hobbi szinten űzik, illetve másodállásban, nekik ezért nyilván jár valamilyen apanás, nem? Hogy ők azért fociznak a válogatottban. Hát a válogatottól annyit kapnak, hogy az körülbelül egy napi pénznek lehet nevezni, és az körülbelül egy átlag felőri keresetnek az egy napi bevétele naponta. Hogy ami kiesik nekik a munkából, azt igazából ők így visszakapják. Legalább nem a pénzért csinálják, elmondható. Én imádom őket. Van olyan, aki csak focizik? Igazából a szabadságukat használják erre, ugyanis amikor eljönnek Pestre, akkor 4-5 napra a szabadságot kell kivenni, ugye
Igen. Tök jó, amikor bejelentik a munkájuk. Hát én imádom. Válogatott meccs Magyarország. De van két komód, egy asztal és egy étkező, amit meg kéne csinálni. Én, a sarka még mindig nem világít az a lámpa. Mondják ezt Benjaminnek az asztalosnak, hogy ne csináld már, ha felvettünk egy konyhabútor rendelést. Valaki főállásban csak focizik, vagy mindenki csinál valamit? Nincs olyan, aki csak futballozik. Felőre nincsen. Vannak, akik eligazoltak Dániába külföldre, és esetleg még iskolába járnak mellette, és fociznak, de a felőri bajnokságban magában nincsen senki, aki profi. Figyelj, és olyan, hogy edzőtábor olyan van? Tehát, hogy elmentek edzőtáborhoz, mert úgy át a nehéz megoldani munka mellett? Tehát, ha Szabira, nehéz idő kivenni Szabit arra, hogy hivatalos meccse játszatok, akkor nem tudom elképzelni, hogy például egy hetet elmennétek edzőtáborba. Az teljesen esélytelen igazából, évente talán egyszer, de ami a gyakorlat, hogy 3-4 nap alatt a meccs előtt, igazából 3-4 nap a meccs előtt találkozik a csapat, és annyi idejük van arra, hogy felkészüljenek. Uh-huh. Te a nyelvet megtanultad egyébként? Igen, már sikerült. Tényleg? Mit keresel kint? Tehát miért pont Feröer-szigetek, mikor így elindultál itthonról 9 évvel ezelőtt? Hát nem az volt a célállomás, az biztos. Ugye én Dániába kerültem ki, és a Feröer-szigetek az a Dániához tartozik, annak a része. És úgy kerültem Feröer-szigetekre a foci miatt, ugye én is focizni mentem oda ki. És ez ugye már 9 éve volt, és ott ragadtam. Vannak esetleg olyan rigmusok, amikkel biztatnak benneteket, amiből most egy pici ízelítőt tudnál tolni? Igen, tényleg, hogy mit mondtok? Hogy szól egy ilyen hajrá fiúk, vagy fő a győzelem? Fő a győzelem, amikor kiszaladtok a pályára, tehát az útépítő, a villanyszerelő, a börtönőr, hogy pacsizik egyet, és hogy elindultok ki az öltözőről. Mocskos Izland. Vagy valami. Mit csinál? Mit énekeltek? Vagy mi a hívószó? Vagy a drukkerek mit mondanak? A csapat, mikor kiszokott menni a pályára, akkor általában előtte egy körbe összeállnak, és akkor ugye néhány buzdító szó a csapatkapitánytól, és egy csapatkiáltás, és általában azt szokták kiabálni, hogy föröjjel, vagy Feröer, háromszor. Igen, ezt azért értettem. Igen, vagy pedig az, hogy megkérdezi a csapatkapitány hangosan, hogy mit csinálunk ma, és akkor arra háromszor rákiabálják, hogy vinna. Ami nyerünk. De mit csinálunk, az hogy van? Kajera mit ide? Micsoda? Tényleg? Kajera? Kajera mit ujda? Kajera mit ujda? Kajera mit ujda? Mit csinálunk, ma János? Kajera mit ujda? Kül. Vártuk, hogy vinna. Vinna. Figyelj, hát tulajdonképpen tényleg most csak azért nem tudom azt mondani, hogy nektek drukkolunk, vagy a Feröer-szigeteknek, mert ugye ellenünk játszotok, de hát régen láttam ennél szimpatikusabb csapatot, komolyan mondom. Tehát én egyszerűen imádom őket. De ha ne adj Isten nyernek, nem fogom utálni őket, mert ez óriási blama lenne nekünk. Viszont imádom őket, tényleg. Nem magunk ellen drukkolva, de baromi szimpatikusak, tényleg. Tehát ez ehhez elképesztő elhivatottság kell. Hát ha nem félnek attól, hogy a saját drukkereink megvernek minket, akkor a fél arcunkat Feröer-szigetekére festenék, a másik felet pedig magyarra is. Igen, én tényleg tennék rájuk. Tehát ha nem a magyarok ellen játszanának, akkor azt hiszem, annyira szimpik, hogy teszek rájuk egy kisebb készpénzösszeget. András, hát ügyesek legyetek akkor. Nyom? Jó, rendben van, igyekszünk. Tehát most egyébként a válogatottal jöttél, mint kapusedző, vagy te az U21-nek vagy a kapusedzője, csak most eljöttél a válogatottal? Én az U21-esnek vagyok kapusedzője, de együtt jöttem a válogatottal, külön géppel jöttünk Feröer-szigetekre. Wow, adott külön gépet az állam, hát az nagyon jó. András, ügyesek legyetek, csókoltatunk mindenkit, mondjátok azért meg nekik, hogy egy magyar rádióműsorban reggel egy fél órát róluk beszéltünk, és nagyon szimpatikusak. Nagyon jó? Szeretjük a csapatot. Rendben, átadom. És hogy nagyon kíváncsiak vagyok, hogy Justinussen hogy szerel a pályán. Rázósan. Jó. András, köszi, vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen, hogy csörögtél. Köszönöm én is. Köszönjük szépen. Hello. Még egy jó Feröeri. Én mondjuk az is egy csodálkozó volna, hogyha nem repülővel jönnek, hanem ilyen viking drakkarokon átevesz. Ez a kontinens. Komolyan mondom, nem tudom, hogy kinek dukoljak volna. De tényleg. Hát nem szimpatikusabb, mint sokan a magyar válogatottból? Egyébként a brutál belőtt hajjal kiszaladnak, vizék köpködnek, nem csinálnak semmit, nem? A luxus autókból kiszállnak, igen, és utána pedig a meccs végén magyarázkodnak. És a meccs végén megy az ostoba magyarázkodás, igen. Ehhez képest ez zseniális. Jó, ne nyerjenek azért. Tessék? Ne nyerjenek azért.
de egy gólt azért az asztalhoz nézünk. Persze, majd ide, majd hogy hívják, majd szurkolunk nekik a románok ellen. Jó, jó. Imádom őket. Kapjuk az információt egyébként a Feröer szigetek játékosokról. Folyamatosan telefonálnak hallgatóink. Sokak érdeklődését felkeltette ez a téma. Ugye arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy hát másodállásban fociznak a fiúk, és nagyon helyesek, mert van, aki a jogi egyetemet fejezte be nemrég, van, aki újságíróként tevékenykedett, van útépítő, börtönőr, óvodai, pedagógus, óvóbácsi, igen, van, aki villanyszerelő, és hogy 8-tól 5-ig ők ugye hát dolgoznak, és utána elmennek, futballoznak egy kicsit, nincs edzőtábor, folyamatosan szakad az eső. Betelefonált egy hallgatónk, András, aki az U21-es labdarúgó válogatott kapusedzője, és hát, hát elmondta, hogy milyen körülmények között készül a Feröer-szigetek Magyarország ellen. Évi 350 esős nap. Esős nappal, így van. Csak mondom, hogy telefonált egy hallgatónk, aki elmondta, hogy hétfőn este 7 órakor egy gyönyörű szép Airbus 320-assal landoltak. Egyébként Ferihegyen, csodálatos a gép, kívül, belül, úgyhogy megadják, megadják a módját. Hát ennyivel azért támogatja, hogy kell, az állam őket, gondolom. Hogy kell megérkezni. Fizetés ugyan nincs, de... Addig senki nem repül sehova, mondjuk Ferveren. Igen. Mert az az egy év. Van, de most kellett a csapatnak. Micsoda diadal lesz, a túlfizetett magyar amatőr csapat diadalmaskodik az alulfizetett amatőr csapaton. Ez Wolf küldte nekünk. A Feröer szigeteki GDP összeomlik, ha kijutnak az EB-re. Egy csomó ember Szabin lesz. Az óvóbácsi elment norvég harmadosztályba egy profi csapathoz. Mit tud a norvég első osztály, írja egy hallgató, ugye? Tényleg ezt mondta egyébként a betelefonálónk, András. Egyébként a Feröer oda-vissza megverik az Európa bajnok görögöket. Erről ugye mi is beszéltünk, hogy tényleg megverték a görögöket. Igen. Magyarországon is vagyunk sportolók, akik munka után megyünk edzeni, a sportért fizetést nem kapunk, kijutunk olimpiára, EB-re és VB-re, sőt érmeket hozunk, ezt is SMS-ben kaptuk. Ez nagyon szuper, de nem a magyar focistákra a jellemző. Tehát, hogy ebben neked igazad van, és csodálatos, amit csináltok, csak ugye nem a focistáink azok, akik... Aztán van, akiből durvább érzelmeket vált ki ez a dolog. Az összes főállású focista szégyelheti magát hallgatva ezt a beszélgetést. Ide egy hallgató a milliós fizetéssel, Feröer, respect, ők az igazi focisták és sportolók, köszi, hogy erről beszéltek. Most már jó ezt hallgatni, és nagyon tanulságos a beszélgetés. Nils Holgersson és Kákkal, aki akar kisebb sérülés miatt nem tartatott a csapattal. Ezt Hege küldte nekünk. Sok éve Izlandtól kaptunk ki, köztük is volt szobafestő, villanyszerelő, kamionsofőr, Mészői Kálmán akkor azt mondta, egy bálnavadás csapattól kaptunk ki. A villanyszerelő csak annyit mond majd, zárjuk rövidre a meccset. Kaptuk SMS-ben. Na, hát meglátjuk, megnézzük őket holnap. Régen játszott a magyar válogatott ennyire szimpatikus csapattal, mint a Feröer-szigetek. Úgyhogy... hát nem drukkolunk a magyar válogatott ellen, de picit azért úgy pillantunk majd a pályára, hogy... Hogy hajrá, Feröer! Nincs akkora baj, ha egy becsörök, mert azért tényleg egy asszalott gólt lő nekünk azért az... Persze, azért mi legyünk ott egyeneságon a Feröerek meg, hogy játszanak pótselejtezőt, és akkor is már egyiket a pályafutásuk legnagyobb sikerét érik el. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Egy érdekes kísérletre bukantunk, ami tulajdonképpen nem is kísérlet, hanem valakinek elegedett abból, hogy annyira kátyús az ő utcája, hogy felajánlott egy mangalicát, méghozzá az Albert Kázmér pusztaiak felajánlottak egy mangalicát annak, aki a sajátjuknál kátyusabb belterületi utat mutat nekik a megyében. Hú, magas labda. Magas labda, így van. Sopron melletti kis településről van egyébként szó, és ők azt mondják, hogy elegük van abból, hogy annyira kátyús az út, hogy nem lehet rajta közlekedni. Szeretnének egy szép, érett, nagy darab mangalicát adni annak, aki náluk kátyusabb utat tud mutatni. Én nem láttam a fotót egyébként erről az utcáról, de hát ha... Jött egy SMS. Engem miért töröltek? Na, tessék, látod? Ez király. A filmben jött egy idegen számról. Engem miért töröltek? Írj vissza, hogy ki vagy. Látod, nem akkor tudom, most nincs meg a száma, nem tudom ki, hogy nyelviszél. Hát akkor látod, ő például benne se volt. Na, most ez az igazi. Bárki jött, lemutattam, hogy benne se volt. Ez ilyen SMS-ektől félek én is. Ne, mely, egy 70-es számról, hogy engem miért törölték ki. Na, szóval, hogy hagyjátok a telefonszámomat most, na, jó? Létszi, ne bárki is, ne írogasson, ha dolgozni szeretnék. Jó, akkor te is elkezdtél egy picit feszülni. Ugye? Rohadtul nem feszülök. Na, szóval, hogy...
Felhívjuk azt az úriembert, aki ezt felajánlotta, hogy mondja el nekünk, hogy hány kátyú van az ő utcájában, és miért ajánlottak fel egy mangalicát. Itt van Bertalan Attila. Hello Attila, jó reggelt kívánok! Hello, jó reggelt! Hello! Szia Attila! Na, Albert Kázmér puszta. Jól mondom, ugye? Igen. Helyiségről van szó. Ez valahogy Sopron-Kőszeg környéke, ugye? Jól nem, mondom. Nem, ez Moson-Magyaróvár után. Moson-Magyaróvár. És Haltur között ez az első falu, az osztrák falu, ami tőlünk körülbelül másfél kilométer. Te vagy ott a polgármester? Nem vagyok én itt semmi sem. Nem vagy a polgármester. Még nem vagy polgármester. Akkor jó az információ. Nem, jóhajtok. Na, és fölajánlottatok egy mangalicát, mert hogy kátyús az út? Nem azért ajánlom, az is ajánlottam, igen. Én inkább csak ilyen figyelemfelkeltésnek szántam, mert egyszerűen, hogy rossz az út, ezt már mindenki tudja 20 év óta, évek óta csak ígérgetik, másfél éve nem foglalkoznak az úttal egyáltalán, és itt a gödröket nem lehet megszámolni, mert 20 centinként kátyú van. Azért próbáltam felajánlani, mert egyszerűen úgy láttam, hogy csak ez a hír a hír. Nem az a baj, hogy nem a megfelelő embernek ajánlottad föl már évekkel ezelőtt ezt a mangalicát? Hát nem tudom, ha tudnám, hogy kinek kellene felajánlani azért, hogy itt jó út legyen, akkor még egyet is felajánlanák. Most hova várjátok a fotókat, vagy hogy lehet erre jelentkezni? Tehát te felajánlottad a mangalicát, oké, de hát nyilván akkor mindenkinek hát, ott... Hát most egy polgármesterek összefognak, Tanivel is egyeztetve van ez a kérdés, és akkor meg lehet számolni, meg lehet nézni a fotókat, most már több televízió is lefotózta, de egyszerűen megszámolhatatlan. Szóval biztos vagyok benne, hogy nem találunk a környéken, hát én is járom azért az országot, nem találni ettől rosszabb utat, ami tulajdonképpen összeköti Ausztriát és Magyarországot. Mivel már úgy tudjuk, hogy azért 10 év óta hitegetnek, hogy majd akkor, mert volt itt egy uniós pénz is, ami a közös határokon lévő utakat rendbe teszi, ez se történt meg. Tavaly azt mondták, hogy megvan a pénz, megvannak a tervek, nem történt semmi. És hát akkor ennek az osztrákok se örülnek, hát ha nálatok rossz az út, akkor rossz. Ez a probléma, az osztrákok most már tiltakoznak, mert innen átvisszük a szennyezőanyagot, a kavicsot, a mocskot, és az ő útjaikon a saját maguk autóiba tesznek. Kérjétek meg az osztrákokat, hogy akkor csinálják meg ők az utat, nem lehet? Hát persze, magyar, hát azért van az Unió, azért vagyunk az Unióban, ők is, mi is. Ők jó szándék jelét adták akkor, mikor megnyitották a határt, mert itt is behajtani tilos tábla volt. Na, mégis azon a napon mégiscsak leszerelték, beleegyezett a falu, és most így köszönjük meg. Hol lehet az utcátokat vagy az utat megnézni? Van erről egy fotó, vagy föltöltöttetek valahova egy hivatalos fotót arra, hogy lássuk, hogy valójában mennyi kátyú van? Nem, de most már több televízió is mutatta, úgyhogy mindenkinek van már róla. És hogy kell nézni? A RTL-től kezdve mindegyik. Adott kilométeren belül hány kátyútok van? A lakott területen belül így volt. Ha valakinek több a kátyúja, viheti. Jó, akkor viheti a marcot. Attila, ránézésre, és nem számoljuk meg ránézésre is. Attila, most, hogy beszéltünk a kevésbé fontos dolgokról, hol lehet megnézni a mangalikát? Ez érdekel. Mekkora az állat, mit tudunk róla? Azért van az is. Egy fotót nem lehetne esetleg róla, de arról, amelyiket adnád, tehát, hogy azért érted, lendő tulajdonosok. Van ott vagy 20 darab, lehet választani. Szürke vagy fecske hasú? Szürke. Olyan nincs, de mindegy. De van olyan göndör, mint Balázs Pali? Fehér, de hát ez göndör. Ez a szürke. Hány kiló csajószág? 160-180. Hát jó Isten, hát ő akkor már egy szebb darab. Ebből már kijönne egy jó kis vursli. Belőle már lehet csinálni. És van, aki jelentkezett? Vagy van, aki... Csak barátok jelentkeztek, csak barátok, hogy nekem is van kátyú, nekem is van. Aha. Ez csak vicc vagy. Én ezt nagyon szeretem, ezt a felhívást, ez ötletes igazából. Egyébként tehát, hogy már minden megpróbáltatok, elmentetek mindenkihez. Itt már nincs olyan fórum vagy egyéb, ami nem jártunk volna meg. Polgármesterrel, jegyzővel közösen, másik falunak a polgármesterével, mert Moson-Szolnokkal köti össze ez az út tulajdonképpen, de hát, és nagyon sok ember jár ki dolgozni ezen, de nem csak ennek az útnak
leglényegesebb része, hanem az, most ez a migráns áradat, ami van, Hegyeshalomban lezárják az országhatárt, ez a legközelebbi elkerülő út a hegyeshalmi autópálya mentesítésére, és a határ mentesítésére. És ha tényleg hófúvás van, akkor is erre járnak. És senki nem foglalkozik vele. Na, most közben már nézzük az utatokat. Hát nehéz lesz, igen. Tehát értem én, hogy miért ajánlottátok fel ezt a Mangalicát. Közben a Google Maps-en már ott vagyunk nálatok, és nézzük. Hát itt konkrétan nem, hogy méterenként, hanem az egész út, az egész az utca... Az egész utcá, csak van. Egy romhalmaz. Tehát egyszerűbb, ha az ember a füvön megy, ott jobbra póznák. Olyan, mint háború utáni állapot. Igen, te mivel foglalkozol egyébként, hogy mit csinálsz? Hát én egy vállalkozó voltam, egy ilyen szállítási cégem van, meg ilyen. 3 évvel ezelőtt saját magunk, saját költségén, saját munkaerőből raktuk be a kátyukat betonnal. Így. Hát látom, hogy volt felújítás. Hát azért ne haragudjon a világ, hát most rendszerváltás után 20 évvel vagyunk, és akkor magunknak kell utat csinálni. Közút, igen. Igen, látom, hogy volt rajta egy kis javítás, igen. Igen, ne, igen. A foltokban azt mindent, mit csináltuk azokat a betonfoltokat. Van egy rész, ahol egyszer csak egy ilyen szürkébb betonozott, vagy aszfaltozott útra érünk fel, ott beértünk ilyen házak igen, közé. Igen. Hát ez egy ilyen valahol egy pici maradék volt, aztán akkor pár évvel az idő. Ott már tényleg nem lehetett még tankkal se közlekedni. Aztán de aztán láttam, hogy újra leértem erről a szépen aszfaltozottról, és újra ott vagyok azon, ami hát háborús övezet. Hirdetésen nem gondolkodhatok, hogy jogsorsa érdemes Mangalicámat 12,4 kilométernyi kátyúzó szetre, illetve friss aszfaltra cserélni? Ha valami jobb ötletek van, akkor én vevő vagyok rá. De mennyivel tudtok menni? 10 km per óra? 15? Tehát én nem vagy. Kitörik a tengely, gondolom. Igen, hát... Igen. Hát most ha nem ennek, hát múlt héten is volt itt egy ittal, szerencsétlen meg egy hölgynek segítettünk, hát kitörött a kereke. A defektek, a disztárcsát gyűjtöttem 62 darabig az utcélén, amik ugye leröpülnek a rossz út miatt. 62 darabig gyűjtöttem. Hát nincs belőle egy ilyen autóalkatrész, gumis, hát felmis. Hát akinek kell disztárcsait, lehet, ingyén lehet vinni. A ház az út mellett laksz, mert meg tudnám nézni a házadat, mert ott barangolok nálatok. Itt egy utca van, itt vagyok egyébként az utat, egy medence van a ház az udvaron. Ez látszik az útról, mert az úton megyek egyébként. Nem, hát az úttól jobbra. Egy buszmegállónál vagyok éppen most, egy buszmegállónál. A buszmegállótól második ház még előbbre a határfel. Az eredetileg is medence volt, vagy egy kátyó, ami feltöltődött vízzel? Sárga házad, vagy fehér? Sárga. Akkor látom a házadat. Egy sárga hosszú parasztház. És az, ja, itt csak ilyen házak lehetnek. Sárga, piros, ilyen igazi cseréptetővel és egy ilyen vörösebb kerítéssel. Úgy van. Gyere ki, hát, ha meglátlak. Integes. Integes bele. Ne jobbra, szemben. Na, gyere ki az útra. Figyelj, látom, konkrétan be tudok menni a házadba. Bemenjek? Nyugodtan, gyere! Ne puskálj a kaput! Puskálj a kaput, úgy egyszerű! Várjál! Ne gyere egy picit vissza az a nyári konyha! Nagyon szép kis zsaluk vannak az ablakon, jól látom? Igen, ilyen zöld zsaluk. Zöld zsaluk vannak az ablakon. Van egy kis madárfészek itt a házon, a fánál? Vagy mi van ott a fán? Azt látom, hogy egy ilyen kis fehér valami van. Az első fára a garázsbejárónál fölrakva. Vagy az a postaláda? Nem tudom. Nem tudom. Hatalmas terepmintes gatyák száradnak a fregol. De milyen szép a sövénykerítésed, ezt kivágja. Add meg hát, van aki rendezi. Na jó, nagyon szép, nagyon szép. Imádom a sövényt, meg tudnád adni. Imádom minden, ami kertészkedés. És ezek a muskát, pártővel, ha arra járok a feleségem. Attila, van itt egy ilyen letakart lovaskocsi, vagy mi ez? Micsoda? Letakart lovaskocsi. És itt fekszik. Az a másik felén van. Az a másik felén van, így van, az micsoda? Hát az egy tűzoltókocsi volt, vagy hát dísznek volt kitéve ide a faluba, csak már tönkre ment. Dísznek volt kitéve, nagyon szép, kis sárga, hát eljutottunk a házadik, ez meg egy néni pisi. Most látom, hogy valaki már mászik be egy maszkba a házadokba. Autón vagy sies, mert két maszkos távok. Dísztercsek. Jaj, Attila, jól van, hát mi nagyon kedveljük ezt a felajánlást. Mi szurkolunk, azért is beszéltünk erről. Hát ha legközelebb erre jártok, van egy jó kis boros pincém, akkor meghívlak benneteket jó pohár borra. Ott a ház alatt?
Igen. Na megnézem azt is a térképen, bemegyek a Boros pincébe. Jó van, nagyon szép az a Fehérház is ott mellettetek egyébként, szép új kerítéssel. Igen. Az egy osztrák ismerősünk. Nagyon, nagyon kicsi rendezett. Na hát milyen komoly már a technika, hogy így tudunk beszélgetni, hogy közben eljutottunk. Hát igen. Eljutottunk egészen a házadig. Attila, hát ha ez a kis nyilvánosság, amivel mi rendelkezünk, egy kicsit segít nektek és megoldódik, jó? Hát bízom benne. Tulajdonképpen nem is akartam igazán fölvállalni ezt a dolgot, de most már teljesen mindegy, ha egyszer beleléptem, akkor csináljuk végig. Igen, ahogy János is mondta, szurkolunk neked, szurkolunk. Beleskülítél már, mert hátra tudnánk menni megnézni a mangalicákat. Hátrább mentek meg jobbra még egy olyan 100-150 métert, akkor megváltjátok őket. Jó, na akkor hátra megyünk a Google Maps-re. Attila, vigyázz magadra, köszönjük, hogy beszéltünk. Nagyon helyes ember vagy. Kitartás, ciao. Hello. Na, hát rengetegen írtak nekünk, hogy hol lehetne egy egész kondát benevezni. Egyébként nem csak egy mangalicát, kiérdemelne egy egész kondát. Mindjárt jövünk az SMS-ekkel, jó? És ha szeretnétek Oven bácsival játszani, akkor küldjetek SMS-t. Akár a következő projektünk is meg lehetne ezáltal, nem? Tehát Albert Kázmér pusztaiaknak segítsünk egy kicsit, és fogjunk össze. Nézzük meg, hol van a közelben építkezés, kit lehet lefizetni, hogy 4 kamazzal odahordjanak valamit, és megcsinálhatnánk az útjukat. És döntsük el, hogy egy picit személyesebb legyen a dolog, hogy a mangalicának mi legyen a neve, Albert vagy Kázmér. Az meg a másik. 180 kilós állat az jó. Az már nagyon jó. Éret, nem a böllérre? Bizony. Ugye böllértér kiállt az állat. És pálinkája. Jó, mondjuk Feri mindenre ráugrik, ami visi. Az már 180. Szúrjuk, üssed, vágjad. Jó, az pecsegyének. Tudd meg, bőrd meg. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Uh-huh. Itt vagyunk, és folytatjuk. Ugye a kátyús utakról beszélgettünk, hogy vajon hány olyan település van tényleg, akik attól szenvednek, hogy nem tudnak közlekedni a saját útjaikon, és utálják, hogy minden nap ott kell legalább egyszer elmenni reggel, és egyszer hazamenni. Lassan mész, tudod, hogy az autód is tönkre megy, és hát nem tudod az utat kikerülni. Mert hogy beszéltünk ugye Attilával, az Albert Kázmér pusztaiak, hát hogy is mondjam, gyöngyszemével tulajdonképpen, aki volt olyan drága, hogy felajánlott egy mangalicát, annak, aki kátyúsabb utat tud fotózni. Vagyis lefotózza a saját utcáját, elküldi Attilának. Mint egy részvételjeleként. Részvételjeleként, így van, ha kátyúsabb az utad, mint az Albert Kázmér pusztaiak útja, akkor fotóz, leküld el, és kapsz egy mangalicát. Mi felhívtuk Attilát, hogy utána járjunk ennek a dolognak. Azon gondolkodtam, hogy kimennénk ide hárman a ház elé, és ezt a részt itt az ülőjén, ami egyébként sincs túl jó állapotban, egy kicsit még föltörnénk, akkor meg tudnánk szerezni a Death Note. De az nem lenne korrekt, picit, nem? Picit, ha rátörnénk. Igen, picit öncélúnak és önös érdekekről vezérel. Én a malacra mentem. A részedről felé, de és nyilván én nem is vagyok annyira érintve ebben a dologban. Ha megmentenénk a malac életét ezzel, akkor azt mondom, hogy oké, már. Köszönöm szépen az Albert Kázmérőiak nevében és a több száz arra közlekedő nevében, hogy foglalkoztok a témával, jók vagytok. Azt mondja, hogy nézem még, mit érnek a hallgatóink. Az ország szerintem, nem. Reggel, srácok, én saját pénzemből felajánlok 10.000 forintot az útfelújításra. Bonos 16. Küldte ezt nekünk. Sámson kert és elférne egy útcsinálás. Jó munkát kívánok a homlokzat szigetelő fiúknak Tiszaújvárosba. John Carter küldte nekünk. Jászladány, Besenyőszők közötti út, felvenni a versenyt kátyú kérdésben, küldték a hallgatóink. Gyerekek, a mi falunkban köves út is alig van, nem hogy kátyú. Ezt Sanyi küldte neki. Nagy baj, John, már törjük az utat, rohadtul kell az a malac. Robak küldte nekünk. Járt már ez az ember a 47-es főúton, ott egy kondát kellene felajánlani, Puca írta nekünk. Felsőtól és Garáb közötti út, akkora gödrök vannak, hogy a disznó belefial. Csokis Tibi üzenne. Csokis Tibinek köszönjük szépen. Nézzétek meg a Szuhafői utat Google Maps-en, és jöhet a mangalica. Egyértelmű, tehát valaki már nyertesnek gondolja magát, Tibi küldte nekünk. Békés megye, Nagy Gyanté és Mezőgyán között, csak ékezetek nélkül jönnek, így nem biztos, hogy mindent jól mondok. Olyan az út, hogy a kamaz elakad. Ezt Szala küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szóval sok helyen van ezért baj. Nem is kell messzire menni, nekem laki barátom Érdem. Hát, hogy ott milyen állapotok vannak, van egy olyan út, ahol úgy nem tudsz kerülni, mert a másik része Zsákutca, meg ott már ilyen erdős rész.
hát ott 10-szer végigmész, és vége az autódnak. Reggel elmész, délutáza mész, még elmész boltba, hazajössz, konkrétan szimeringek, lengőkarok, minden cserélni kell. Na, te is bejelentkeztél a mangalicáért. Nem érzel, az... Aha, a barátom érzel, de van egy barátom, ő érzel, lakik, és nagyon kátyús az út. Fotóz le, megnyerjük a mangalicát, hétvégén megbökjük. Megcsináljuk. Hát hívjuk fel, megszúrjuk az állatot. De nem tényleg, szóval, hogy és ez megkeseríti az életedet, és már reggel ülsz be a kocsiba, és tudod, hogy végig kell menni. Lassan mész, előbb kell indulni, és 10 percig ülsz az úton, és kerülgeted a kátyukat, és közben érzed, hogy áj, ezt elkaptam, jaj, a felném, ú, a gumi, a szegény kocsi, szorongva ülsz a saját autódban. És már 11-ére mész, akkor már rutinból tudod, hogy itt egy kicsit a jobb oldalon, ott egy kicsit áthúzod középre. Igen. Hát mi évekig jártunk, 4-es és új 100 között volt egy bekötő út, egy Mónak félúton mindig meg kellett lerázni a kezeit, mert a sok kanyarodástól, érted, eldurrant mind a két alkarja. Hihetetlen rossz állapot volt. Ültél aranyosan kis GPS-szel az öletbe az anyósülésen? Nem, a csomagtartóban voltam egy papírdobozba, és amikor ha odaértünk anyámhoz, akkor a Móni bevitte a dobozt, én pedig azt mondtam, hogy voilà, és kiugrottam a dobozt. Nem, azt mondtad, Viola. Tehát ültél ott a kis ülésen, és pattogtál, és hogy belementél a kis kátyukba. De aranyos lehet. Igen. Mert nagyon szorongtál nyilván. Hát tudod, hogy miért neki a Lamborghini. Érted? Nincs nagyon normális úr. Leverted az alját. Nagyon hamar leér az eleje. Mindig kölcsönautóval mentünk, hogy menőbbnek tűnjük. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.